Hello, sziasztok, Sirius Ékeszpedig nem más, mint a pénteki stream. A logisztikai, vagy hát szervezésbeli problémák történtek egyébként. Az van, hogy elképzelhető, hogy hajnali egyig játszottunk, még a srácokkal Tarkovot stream után. Szóval a dolog úgy indult, hogy tegnap a Tarkov streamben nem sikerült befejeznem egy küldetést. Ami valamilyen frusztrált, úgyhogy a stream lelövése után sikerült felpecsenem a Tarkovot és újra elindítanom, ami miatt ugye abba hagytam a streamet. És utána beszaladtam és megcsináltam a küldit azonnal. Mind a hármat, amit akartam megcsinálni. Szóval, hogy ilyen, nem tudom, valahogy ez egy szerencsém volt, nem találkoztam senkivel, nem ez a lényeg. És utána írtak a srácok, hogy hát ők játszanak még, hogy akár játszhatnánk együtt, és akkor így mondtam, hogy hát igazából akár játszhatnánk is. És akkor ilyen hajnali egy körül is igazából csak amiatt hagytuk abba, mert nagyon felhúzott minket egy ember kell, aki mindenkit arcon lőtt. Na mindegy, nem ez a lényeg. Szóval, hogy viszonylag későn feküdtem le, de gondoltam, hogy igazából nincs ezzel semmi baj. Mert hát ugye a mai nap folyamán alapvetően 6-tól van a D&D, ami azt jelenti, hogy akár ilyen fél ötig, ötig is simán streamelhetünk. Úgyhogy a világ összes stream ideje a rendelkezésünkre áll. Úgyhogy szépen elegánsan későbbre állítottam az ébresztő órát, meg értitek minden, hogy így mintegy igazodjon a kitalált napi rendhez. És aztán reggel, miközben hát én még nem is ébredeztem, de hogy asszony pajtás jött be elköszönni, mert ment be a városba. Beiratkozott az új képzésére, úgyhogy nagyon menő, újra egyetemistának számít. Tanulónak, az biztos. Szóval megint van diák igazolványa, which is nice. Nyilvánvalóan a bérletem megspórolt pénz nem fogja visszahozni az oktatásának árát. De nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy mit fog tanulni? Egy szakképzést csinál. Tanácsadói, pszichológusi valamit. 2 év, azt tudom, de 4,5 év. És azt hiszem tanácsadó szakpszichológus lesz utána, vagy valami ilyesmi. Mindegy, valami ilyesmit csinál. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy miközben... Szia, D! Miközben... I have you covered. Szóval... miközben... elköszönt, így mondta, hogy ugye emlékszel arra, hogy 3-4-től kell majd a légtér. Ja nem, kérdeztem, hogy mikor jön, meg ilyenek. Mondta, hogy nagyjából 3-ra érkezik, és mert ugye 3-4-től van ilyen Skype dolga. Én meg így, ó, és ahhoz kell a légtér? Igen. Ó, úgyhogy mégsem érünk rá egész nap Minecraftozni. Csak Viktor nyilván megint nem számolt dolgokkal, amikre emlékeznie kellett volna, de nyilván nem emlékezett. Egyébként tökre emlékszem, amikor megbeszéltük most, hogy így mondta. Amúgy nem. Úgyhogy, ja, sajnos nincs feltétlenül annyi időnk, mint amennyit szeretnék, vagy amennyi igazán jó lenne, ugyanis nagyon kedvem van Minecraftozni. Tehát a múltkori Minecraft stream az iszonyatosan meghozta a kedvet. Kettő játékhoz van nagyon kedvem. Az egyik a Minecraft, a másik a Flight Simulator. Úgyhogy mindegy, haladunk, amennyit tudunk. Nyilvánvalóan elfelejtettem. Egyébként nem tudom, mi változott volna, gondolom felkelek korábban. Ja, valószínűleg felkelek korábban, meg kevésbé vagyok lassú. Úgyhogy sajnálom, sajnálom, srácok, my bad. Illetve azt hittem egyébként, azért ez a stream címe, szóval azért ez a stream címe, ami a stream címe, mert én azt hittem, hogy ez az utolsó, tehát hogy hétfőn kezdődik az iskola mindenkinek, de állítólag nem hétfőn kezdődik a suli mindenkinek, hanem kedden. Úgyhogy majd hétfőn lesz az utolsó stream, talán a nyári szünet vége előtt. Mindegy, nyilván ez mindenkinek más, gondolom, meg változik, meg ilyenek. Ja, tudjátok, hogy én nem vágom ezt a naptár dolgot annyira. Mint amennyire kéne. Viszont közben egyébként visszajött a kereskedő bácsi, akivel egyébként tudunk kereskedni, ha akarunk valamit. Csak nem akarunk semmit.
Háj, nekem is van lámám, nézzétek. Na mindegy. Úgyhogy ja, nem mondanám feltétlenül, hogy annyira dinamikusan indult ez a mai nap, mint ahogy az kellett volna. De egyébként még mindig jobb így, hogy szólt a szonypajtás, mintha mondjuk nem szólt volna, és értitek, rá se jövök. Rá se jövök konkrétan soha. Szóval ez készült tegnap délelőtt, ami nem tűnik soknak egyébként, de az idő nagy részét azt a Netherben töltöttük, ugyanis a kereskedelemre használt farusiainkat megtámadta egy zombi, és meg akartuk őket gyógyítani, úgyhogy le kellett menni a Netherbe Blaze Rodért, ahol mindenféle akciók és izgalmak vártak minket, elsősorban akciók és elsősorban izgalmak. Majdnem meghaltunk egy párszor, utána majdnem lent ragadtunk a Netherben, utána majdnem meghaltunk megint párszor, és aztán végül kijuttattunk. De legalább meg vannak gyógyítva a falusiaink, és van szuper olcsó mendingünk, ami egyébként drágább, mint tegnap volt, és van viszonylagosan olcsó emeráldunk. Tehát, hogy így nagyjából, igazából jól jöttünk ki, csak nem ezzel akartam foglalkozni. Vasfarmot akartam építeni, amivel kapcsolatban az a probléma, hogy kell hozzá vas. Volt pár halál közeli élményünk. Volt. Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kifejezés. Volt egy pár halál közeli élményünk. Szóval az összes vasunkat elcraftoltam, azt hiszem, valami felesleges dologra. Ó, nem felesleges dolgokra, csak nem kell annyi, mint amennyit craftoltam belőle. Igen, pisztonokra és hopperekre craftoltuk el az összes vasunkat. Ami... De mondhatnánk azt, hogy szégyen. És egyébként valljuk be őszintén, hogy az is. De ettől függetlenül sajnos megtörtént, ami megtörtént. Úgyhogy kénytelen kelletlen ezzel majd dolgokat kell mindenféleképpen csinálnunk. El kell mennünk bányászni. Tehát, hogy azzal kell kezdenünk sajnos ma a streamet, hogy elmegyünk bányászni. Amivel kapcsolatban én nem vagyok kimagaslóan lelkes, de kell vas. Tehát kellenek alkatrészek is egyébként a vasfarmhoz, szóval mindenféleképpen kell majd vas. Lextis the Melonnak nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot, 2 hónap, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. És Davidnek nagyon-nagyon szépen köszönöm a Prime-ot. Ó, képzeljétek el, srácok, szeptemberben le lesz árazva a szab. Nagyon durva. Azon gondolkozom, hogy én eddig sose streameltem szeptemberben, vagy a retekért nem vettem észre azt, hogy... Szóval szeptemberben le lesz szárazva a száb. Valami 20%. Igen, meg van valami ilyesmi, hogyha több hónapra előre, akkor meg több, de az meg nem tudom, hogy működik. Mindegy. Majd kitaláljuk. Meg majd megnézegetjük. És most meg elmegyünk vasért. Nyilvánvalóan mi más csinálnánk, mint elmennénk vasért. Ez nem kell... nem, előbb elmegyünk a teheneket megnézni. Szia, buba! Szóval, ja, szeptemberben le lesznek árazva a szabok, ami tök menő. Úgyhogy most... nem tudom, ilyenkor mit szokás csinálni. Hogy ilyenkor így... Nem tudom, többször szokás mondani. Vagy megszokástól, nem mindegy, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy le lesznek árazva a szabok, azt majd kitaláljuk, hogy mit csinálunk. Mit csinálunk vele. Mit csinálunk ezzel az információval. Közben egyébként próbálok tehenet szaporítani. Több okból 1, mert kéne hús. 2, mert kéne hús. 3, mert kéne hús. És 4, mert kéne bőr is. Most azt írja mínusz 20, szóval akkor még mínusz 20? Nem, az engem nem, azt nem hiszem. Azzal kapcsolatban nagyon-nagyon szkeptikus lennék, hogy mínusz 20 és aztán még mínusz 20. No, I don't, no. De mindegy, szóval megjött a kedvem a Minecrafthoz. Ez a helyzet. Ami azért izgi, mert már alapból is volt kedvem, amióta ezt a hardcore sorozatot űzöm. Ez a tehénfarm, ez nem lett nagyon jó, srácok. Szóval az van, hogy ez a tehénfarm, ez nem lett nagyon-nagyon jó. Én ezzel nem vagyok kimagaslóan elégedett. Nem tudom, olyan kis suta. Nem esnek le mindig a tehenek alóluk. Nem tudom, az egész olyan kis furi.
mondhatnám azt is, hogy nem az történik, amit szeretnék. A kukába ment a pontod? Nem, csak jelenleg nincs üllő. Úgyhogy Dani, abszolút emlékszünk, hogy el kell rólad nevezni egy falusit. Abszolút, és Lord Zolnak is emlékszem, hogy el kell róla nevezni egy zombit. De... most nem tudom megcsinálni. De hogy utána meg fogom csinálni. Mi nyugalom van. És abban az esetben, hogyha esetleg véletlenül mégis elfelejteném, ami nyilván nem történik meg, akkor... akkor szólj nyugodtan. Egyébként lehet, hogy a tegnapi kaladnak az izgalmai azok így hozzátettek. Amúgy tényleg lehetséges. Lorzolnak igazából mindegy volt, ez így van, de aztán megbeszéltük vele, hogy ez lesz. Ja igen, tényleg, a következő évadot, azt meg D-ről, ott meg D-ről kell elneveznünk valamit. De bevallom őszintén, én nem nagyon tervezek következő évadot még. Mármint, hogy értitek, tehát, hogy az lenne a terv, hogy hát nem halunk meg. Tudom, hogy ez nem feltétlenül így működik, de hogy attól még ez... Szóval, ez... ja, ez... ez volna a terv. Hogy majd jól nem halunk meg. Nem mindig sikerül, meg nyilván egyszer csak kukmukfuk meghalunk a semmiből. De nem ez a lényeg. Jaj, meg kellene nézni a Tenetet, de nem akarok moziba menni, hogy őszinte legyek. Rendeltem, képzeljétek el szövetmaszkokat tegnap. Hirtelen felindulásból. Azt nem tudom, jók lesznek-e, úgyhogy ez még csak ilyen próba. Most megrendeltem belőle kettőt. Nekem kettőt, meg a szempajtásnak kettőt. Így amondó vagyok, hogy ennyit így ráengedek, így próbálnak. A fene se tudja. Megint nagyon nőnek a számok egyébként. Sokkal jobban nőnek a számok, mint ahogy szeretném, hogy nőjenek a számok. Ez a nagy helyzet. Nyilvánvalóan azt, hogy én mennyire szeretném, hogy nőjenek a számok, az pont nem érdekel senkit. De hogy ettől függetlenül sokkal jobban nőnek a számok, mint ahogy. Hagyj ne mondjam el megint, mi lesz a program, srácok. Megbeszéltük, aki arról lemaradt, nyilván semmi baj, meg fogod látni. Mert hogy így csinálni fogom. Ma lesz valami bejelentés az iskolákkal kapcsolatban. Isten, megint ott tartunk, hogy bejelentéseket várunk. Ez szomorú. Szomorú szamuráj. Mindegy. Igazából én nekem a továbbiakban is nyilván nagyon szerencsés a helyzetem, mert itthon ülök. És hogyha csak van okom jobban itthon ülni, akkor az csak jobb. Cukor. Nem számít a cukor drágának, ebben azért megegyezhetünk. Szóval, ja, megint nagyon ijesztőek a számok. Vagy kezdenek azzá válni. És ilyenkor nyilván azért így az ember így elgondolkozik ezen, hogy most elmenjen moziba. Addig kellett volna moziba menni, amit nem voltak ijesztőek a számok. Tökre szeretek moziba járni, de amióta kiköltöztünk a 17-ben, nagyon ritkán járok moziba. Ami nyilván érthető, ugyanis a világ végén vagyunk. Mert egyébként nem, mert amúgy az aréna a kedvencem, hogy én legalábbis oda szeretek a legjobban járni, nem tudom miért, de hogy az arénába szeretek a legjobban járni, és őszintén szólva az aréna az egy vonat. Tehát, hogy az a továbbiakban is csak egy vonat. Ó, szia Zeni! Jó pihenést mára egyébként. Ha jól hallottam, akkor ma egy kicsit rápihentek az életre. Meddig nem közöltek ijesztő számokat. Hát azért Magyarországon. Mindig. Biztos vagyok benne, hogy pimpelik azokat a számokat folyamatosan. Van pár olyan tanár a suliba, akinek vannak orvosrokonai, és ők adták az infókat az igazgatóknak. Wow. Gyöngyinek nagyon szépen köszönöm a Prime-ot. Nagyon-nagyon király vagy. 9 hónap. Köszönöm szépen. Csak beugrottam feliratkozni, mert indulok melózni. Mindenkinek jó szórakozást. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
Ó, szia Kinga! Én voltam egy pár moziban, így kipróbáltam Budapest pár moziát, tehát mit tudom én, a West Endet is, meg mit tudom én, tehát voltam több moziban, értitek, így baráti társasággal, meg ilyenek, de nekem valahogy nem. Nekem valahogy az aréna adta ki a legjobban. Ami most így... Simán, meg a nachos. A nachos. Igazából a nachos. Nehogy azt higgyétek, hogy nem. Igazából a nachos. A nachos, ami az előre csomagolt zacsiból érkezik, az az arénában a legfinomabb. Így van. Hozhattam volna építőanyagot, ha nem lettem volna idióta. De mindegy. Meg fát. Jó. Arra egyébként tudsz, hogy az volt az indokot, hogy ne nézzük a kútnak a... Mert nincs benne víz, de építettél liftet. Bullshit, ez nem egy kút. És nem vagytok viccesek. Jó, viccesek vagytok, de nem vagytok annyira viccesek, mint gondoljátok. Ez egy nagyon-nagyon király bázis. Nyilvánvalóan nem láttok az orrotoknál tovább, ami előfordul mindenkivel, de ez egy nagyon-nagyon király bázis. Aréna moziban dolgozok, diákmunkásként várunk sok szeretettel. Nem tervezek most menni moziba jelenleg. Hogy őszinte legyek. És tudjátok mi a másik, amit nem tervezek? 30 eurót fizetni a Mulan filmért egy olyan szolgáltatáson, amihez van előfizetésem. Az a másik, amit nem tervezem. Az, ja nem, az sem. Az sem tervezem. Lehet, hogy ez meglepő, de az sem tervezem. Nem hangzik egyébként egy annyira jó koncepciónak. Én szeretném, ha ez nem válna precedenssé egyébként, és nem tennék rendszeressé azt, hogy... $30 a Mulan film? Igen. Abban az esetben, ha, és hogy ugye van előfizetésed, tehát hogy... Nekem ez nagyon-nagyon fura. És közben nyilván azt mondjuk el tudom képzelni, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Szóval azt el tudom képzelni, hogy valahogy ezt lehet indokolni olyasmivel, hogy... hogy ilyen nem moziban nézed meg, tehát mondjuk a mozikkal egyszerre érkezik a streaming szolgáltatásokra is, akkor arra így azt mondom, hogy well, de hát akkor is. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. De nem tudom, nekem ez még, én ettől nagyon félek, hogy ez ilyen rendszeres lesz. Már attól is, már egyébként annak sem örülök ki magasra, hogy ennyi streaming szolgáltatás lett, és nyilvánvalóan azért van ennyi, mert mindenki szeretne meggazdagodni. Tehát, hogy nem fogja mondjuk a Disney azt mondani, hogy oké, akinek van rengeteg saját tartalma, oké, leállok tárgyalni a Netflix-el, hogy mennyi a részem akkor, ha a Netflixen megnézik a filmet. Értem persze a folyamatot, de annyira nem jó. Mi szólnál hozzá, majd egyszer a Minecraft fejlesztők egy másik bolygót hoznak létre? Well, meg én meglepődnék. Meglepődnék, de egyébként így a dimenziókkal lehetne tovább játszani. És én egyébként azt is adnám, hogyha ilyen techesebb dolgokat behoznának, de hogy ugye azok még nyilván a különböző tech modpack-ek. Egyébként a Minecraft készítőit nem feltétlenül zavarja, ha modpack-ek tartalmát kell, vagy modok tartalmát kell átemelni a videójátékba. Szóval az... azzal kapcsolatban nincsen feltétlenül sok morális fenntartásuk. Szóval akár meg is történhet, de valószínűleg nem fog. Tehát hogy azért az alap Minecraftnak van egy ilyen sweet egyszerűsége, ami úgy egyszerű, hogy közben egyébként átkozottú bonyolult dolgokat lehet benne csinálni. Szóval, én személy szerint ezért lennék meglepődve, ha ilyesmi történne. Az Ethert, én ezt nem is tudom, hogy ott mi van. Tehát én arról a modról nem tudok semmit, szóval. Nekem az majdnem teljesen mindegy, hogy ez be... Oh-oh. Azt látjátok? Jó, lehet, hogy csak a füstje alá válnak. Oké, nincs a... Oh. Fals alarm.
Nem, azt hittem, hogy ilyen effekt, particle effekt van rajtuk, és akkor az azt jelenteni, hogy nem sima kőblokkok, hanem azok a cuccok, amik rátok rohannak, hogyha feltöritek. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Legalábbis azt hiszem, hogy van egy ilyen játékmechanika, egyébként lehet, hogy nincs. Közben egyébként azon gondolkozom, hogy lehet, hogy ez az extra idő, ami most így ugye kialakult, ez nem is feltétlenül haszontalan, mert össze kell raknom a mai D&D kalandra, a guild tournak, tudjátok, a törp karakteremnek egy 20-as szintű változatát, tehát hogy fel kell levelelnem. És ahhoz meg gondolom, ki kell majd találnom egy csomó mindent, hogy mit, hogyan akarok. Meg mire akarok. Ja, most nem lesz kacima. A héten volt a szülinapja, és szerintem azt ünnepli. Szóval nem lesz ma kaci, és akkor őnek ilyen... Tehát, hogy alapvetően akkor nem a main story-val haladunk ugye tovább, hanem csinálunk egy ilyen ideiglenes kis kikacsintást, és akkor ez ilyen magas szintű, ilyen arénázás jellegű dolog lesz. Ezt csinálták már egyszer, amikor én láttam, hogy én ment ott. 1, 2, 3, 4. Csinálták már egyszer, amikor én nem voltam. 1, 2, 3, 4. Oh, hello. És elméletileg lesz ugyanúgy Krisz is, szóval ja, elég izginek hangzik egyébként. Nice. Ott volt slime hang? Többen írjátok. Mi a kedvenc filmem? Az Út a vadonba. Mostanában nem nézem nagyon sokszor, sőt nem nagyon sokszor szoktam, mert kifejezetten szomorú. Vagy legalábbis nekem nagyon hat az, ahogyan szomorú. De hogy én abszolút azt sorolom a kedvenc filmemnek a továbbiakban is. Dév azt mondta, hogy pénzt keres? Ó, oh, király! Igazából nem tudtam, hogy ez a program, csak azt hittem. De akkor dolgozni van. Ja. Az, hát ja, alapvetően ez sem meglepő feltétlenül. Tudjátok, kaci szokott dolgozni. Meglepő, tudom. Én is teljesen lesokkoltam, amikor ezt először hallottam. De kaci szokott dolgozni. Ismétlem, kaci szokott dolgozni. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oké, és volt itt redstone is. Tehát az internet nem is munka. Szerintem most lehet, hogy nem is az interneten dolgozik. Hogy telik a nyár vége? Köszönöm szépen, remekül. Egy picit félek, mert az ősz az nekem mindig egy ilyen szomorkásabb időszak, de... Vagy legis eltetett, így évek óta az volt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. De közben nagyon bizakodó is vagyok egyébként. Mert... Tavaly már egyáltalán nem volt az. Amiből arra következtettem, hogy azért volt az ősz egy szomorkásabb időszak, mert nem feltétlenül szerettem azt a szituációt, vagy minden szituációt, ami így volt az életemben. Viszont azzal, hogy tavaly már nem volt így, az lehet, hogy azt jelenti, hogy így minden rendben van. Értitek? Vagy mondjuk, hogy tényleg így van. Nyilván ezt nem kell ilyen... Jó, gimnáziumban mondjuk elég rossz volt. Tehát, hogy ez gimnáziumban azért ez elég rossz volt, de gimi után azért már nem volt ez ilyen nagyon komoly jelenség, csak attól még ugyanúgy érzékelte az ember. De tavaly például... Tavaly egyáltalán nem. Tehát, hogy tavaly semmi ilyesmi nem volt. Ó, nézzétek, gyémánt.
Mióta vagyok én ilyen szerencsés ezekkel a gyémántokkal? Főleg amikor vasat keresnék. Szia, Krisz! Hogy találsz te mindig ennyi gyémántot? Nem tudom, megyek előre. Pontosan látod, hogy mit csinálok. Megyek előre, osztán gyémánt. Nem én tehetek róla, kérem szépen, én itt áldozat vagyok. Oh god. Oh god, ráadásul mennyi gyémántot. Oké, most valószínűleg sokan nem kedvelnek. Ó, arany! Jep, lenne egy tippem, hogy most sokan nem kedvelnek annyira. Nem is láttam még konkrétan ennyi gyémántot egy helyen. Ami abszolút lehet az én hibám. Tehát, hogy abszolút elképzelhető, hogy volt már ennyi, csak nem emlékszem rá. Pontosan mindig ezen a szinten bányászok egyébként. Kicsit aggódok ezért a gyémánt csekkányért amúgy. Mármint tudom, hogy van rajta mending, de hogy nem érzem azt, hogy olyan mennyiségben áramolna befele az XP, mint ahogy kifele a HP-ja. Ó, redstone. Van szerencse a csákányomon? Igen, méghozzá Fortune 3. Szóval ez sok-sok... Jöhetnek a tippek, srácok. Várjátok, nézzük meg, hogy pontosan hány gyémánt blokkról van szó. És aztán jöhetnek a tippek, hogy hány gyémántot fogok belőle kapni. Ez... ott is van. Igen, ez 8, ez 9. Srácok, ez 9 gyémánt blokk. Jöhetnek a tippek, hogy hány gyémánt. 7 darab van már nálunk. 7 darab van már nálunk. Szia, Szeti! Erről szerintem nehéz. 20. 18. Olyan 20 körüli a legtöbb tipp. Na hát akkor let's roll. Tizenkilenc gyémántot szereztünk igazából csak ebből az egy helyből. Azért ez mennyire menő. Oké, azért ez elég király. Kinga, te közel voltál a 20-szal, abszolút. Mennyi kapa lehet? Igen, a világ összes kapáját le tudjuk belekraftolni. Egy jó kis mendinges kapa. Nyilván nem akarhatjuk, hogy elkopjon a kapánk. Oh. Gyémánt? Nem? A vasért kijövök. A vasért kimászom, srácok. Ha már vasért jövünk, akkor azért legalább kimászok. Főleg, hogy abból nem találtunk még egyelőre annyira nagyon-nagyon sokat. 27, ja, az még nem annyira. A szenet azt azért is veszem ki, egy, mert nyilván kell szén, de azért is veszem ki, mert ad sok-sok XP-t, és akkor az valamennyire helyre pakolja a csákányunkat. Meg, mert egyébként ugye ezzel a csákányjal elég sok szenet kapunk, szóval azért ez...
az is egy ilyen megérős akcióvá teheti a dolgot, de hogy mondom, az XP is alapvetően fontos. Kapunk XP-t, kapunk szenet, javul a csákány, tolhatjuk tovább, ja, ez egy ilyen win-win szituációnak tűnik nekem. Jó, messzünk vissza a lyukba, ahonnan jöttünk. Oké. Meg egyébként szerintem még nem értük el azt a szakaszt a fejlődésben, amikor már nem kell kihoznunk a szenet. Ha majd lesz valami automatikus sütőanyag előállító dolgunk... Gyémánt? Hol? Hol volt gyémánt? Nem mondod, hogy van még több gyémánt? Én tökre nem láttam, úgyhogy mindjárt visszamegyünk és megnézzük. A vasnál? Ó. Oh. Well, melyik vasnál? Ez nem az, amit akartam. Oké, okay, gyémánt helyett izé blokk, redstone blokk, szén blokk, többit meg majd. Oké, okay. Több helyen is volt vas. Még több szén. Itt is... Ó, oh, tényleg gyémánt. Oké, okay, ezt nem vettem észre. Ezt abszolút... Ó, oh, arany. Ó, oh, még több vas. Nagyszerű hírek ezek. Nagyszerű hírek ezek. Ez a víz ide nem kell feltétlenül. Arany... Ó, oh, egyetlen egy. Jó, mindegy. Ó, oh, hello! Oké, okay, ez négy tömb gyémánt minimum. Ja, négy tömb. Ez négy tömb. Oké, okay, nagyon jó. Harminchat! Plusz. Egy. 37. Ami... sok. Nem emlékszem pontosan mennyi volt előtte. Tizenegy. 26. Szed panda. Oké. Ha! Nagyon jó. Mi van a pólómon? Egy láma? Mister... No problema. Így van. Egy napszemüveges láma. Mi más lenne egy pénteki napon a pólómon? Jó, igazából bármi más, de mindegy, végül is. Oké, okay. Most, hogy ezt a részt itt kiszedtük. Mehetünk is tovább, mert... Oh. Én nem vagyok nagyon okos. Holnap elméletileg valóban munkanap egyébként, mi konkrétan családi ünnepelni fogunk, szóval szülinap lesz. Úgyhogy, ja. Illetve hát nekem ugye egy kicsit más a munkabeosztásom. 1, 2, 3, 4, szóval én osztom be. De ja. Nagyjából ez a terv, hogy szülinapot ünnepelünk. Azt mondjuk érdekes kérdés, azt mondjuk meg kell kérdeznem asszonypajtástól, hogy készültünk alján. Jaj, tudom! Oké, okay, készültünk. Oké, okay, cool. Az utolsó kupasz gyémánt is útba esett volna. Egyébként ez mennyire flash? 1, 2, 3. Hogy valóban útba esett volna. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jó irányba kell ásni, srácok. Ez...
Ez van. Jó irányba kell ásni. Szeti szerint két lámba is látható a bal alsó sarokban. Hát ez a Szeti. Hogy milyen vicces lány ő. Vitor, ha már D&D szerezned kéne teknős sisakot. Ma nem teknősös lesz egyébként. Egy. Ja, ma nem a teknős karakterem fog, pedig az a teknős karakter is világi. Ma a fighter törpöm lesz akcióban. Képzeljétek el! Jó, ezt nem kell elképzelni. Szóval, az a lényeg, hogy már nem kell nagyon-nagyon sokat aludni a Squadronsig. Nagyon-nagyon várom a Squadronst. Nagyon-nagyon várom. És már nem kell nagyon-nagyon sokat aludni a Squadronsig. Jó, hát az egész szeptember. De hogy... Gyémánt? No gyémánt? Videójáték. Itt simán lehetne gyémánt. Na, adjál gyémánt. Oh, redstone. Az is jó. Oh god, remek. Ja, igen. Én tudod mitől félek egyébként, Buba? Hogy a Squadrons miatt venni akarok majd egy jobb hotast. Mert már a Flight Simulatornál is érzem a hotasomnak a határait. És nagyon-nagyon félek, hogy a Squadronsnál jobban fogom érezni a hotasom határait. És nem akarok venni egy új hatást. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Elsősorban azért nem, mert ez nagyon drága. 1, 2, 3, 4. Tehát az, hogy azokat a határokat, amiket ezen most érzek, azt ne érezzem, az valószínűleg az egy drága akció lenne. És mit vennél, ha vennél? Nem néz előttem, így sokkal könnyebb nem venni, Connor. Ez, that's the trick. Nem nézem a LEGO készleteket sem, és így sokkal egyszerűbb nem vásárolni LEGO készleteket. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tűzsde világa érdekelt is bármikor? Egyébként igen. Viszont attól függetlenül, amit szólsz a Tesla szárnyalásához, ez egy ilyen erős kérdés. Nem nagyon mélyedtem el a dologban, de most a gazdaság pörgető intézkedések miatt elképesztő léptékben növekednek, tehát hogy ilyen lufiként ha jól értettem, mert néztem erről valami videót, de nyilván nem vagyok attól még gazdasági szakember, de hogy szóval az amerikai állam ilyen elképesztő gazdaság élénkítő akcióba kezdett igazából, ami nyilván logikus valahol egyébként, viszont nem feltétlenül történik ez ilyen szuper jól, és a Tesla növekedése is lehet igazából ennek része, és hogy itt vannak azért ebben a növekedésben vannak azért olyanok, amikor bizonyos cégek, ilyen Tesla konkurens, elektromos autógyártó cég, nem fog eszembe jutni, vagy ilyen napelemgyártó cég, az mit tudom én ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, de mondjuk mit tudom én ilyen másfél vagy 5 milliárd dollár értékűre fújta fel magát, úgyhogy egyébként nem, de sok millió dollár értékűre, mindegy. Az a lényeg, hogy egyezünk meg ebben, nem emlékszem a pontos számukra, és ez nagyon-nagyon sok. 1, 2, 3, 4. Fújódott fel, úgyhogy egyébként a tavalyi évben összesen 80 ezer dollár volt az a bevétele. Szóval, hogy ez most egy kicsit ilyen lufis dolog, és lehet tartani attól, hogy a Tesla, tehát hogy... Lehet tartani attól, hogy a Tesla-ja is ilyen. Hogy összekapcsolódik ezzel a dologgal. De nem tudom, hogy ténylegesen összekapcsolódik-e. 1, 2, 3, 4, 5. Igen, lehet, hogy forintban volt ez a milliárd. Na ide, szóval, hogy sok millió dollár értékűre növekedett, úgyhogy egyébként közben a bevétele az meg töredéke volt.
Szóval, hogy nyilván a Tesla egyébként egy nagyon jó marketinggel rendelkező cég. Technológiailag vannak egyértelműen érdekes húzásaik egyébként. Akár autóminőségben, akár tesztelési módszerekben. Azért, tehát ezt azért tegyük hozzá, hogy nem sok önvezető autófejlesztő cég teheti meg azt, hogy beülteti az utasokat, és gyakorlatilag a vásárlóit használja tesztalanynak. Szóval ez azért így egy viszonylag izgalmas jogi szituáció a Tesla irányában. Ettől függetlenül lehet, hogy tök jó a cég. Én nem vagyok ilyen vallásos Tesla rajongó, meg nem is vagyok ilyen nagy Tesla ellenző. De hogy azért így vannak a dologgal kapcsolatban ilyen érdekes gondolatok. Tehát ugye nem tudom, láttátok-e, pont most volt nemrég, hogy egy Tesla telibe vágott oldalról egy teherautót, ami fel volt borulva az autópályán. És azért ugye a Tesla hivatalosan úgy kommunikálja, hogy nem önvezetők az autók. Tehát, hogy nem engedheted el. Ettől függetlenül mindenki pontosan tudja, hogy egyébként a felhasználóik pedig úgy kommunikálják, hogy önvezetőek. És hogy ez jogilag azért ez szerintem aggályos. Tehát, hogy ez az én szememben ez már ilyen már-már visszaélés a dologgal. Na mindegy. Szóval, hogy emiatt a Tesla növekedése az nekem mindig is ilyen kérdéses, és tudom, hogy nagyon sokan így nagyon felnéznek rá, de most a jelenlegi gazdasági csomagok mellett, amik futnak Amerikában, nem mondanám azt, hogy bármilyen cégnek a kimagasló gazdasági növekedése az most olyan. Nem is tudom, mi erre jó szó, de hogy annyira jól szemléltetné a tényleges mögötte lévő értéket. Wow, mentem egy kört a világ körül ezzel a mondattal, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy valószínűleg értitek, hogy mit akartam mondani. Ettől függetlenül egyébként valószínűleg egy kicsit jobban kéne foglalkoznom a tőzsde világával, meg ilyenek, de hogy ja, az a baj, hogy azt sem tudom, hol lehet elkezdeni. Tehát, hogy hogyan lehet, mert néha így olvasgatok ilyenekről, de tudjátok, nem nagyon gyakran. Tehát, hogy azért azt sem mondanám, meg néha így nézek erről így videókat, de hogy attól nem lesz az ember a téma mestere. Csak így. Lényeg, hogy villanyautósnak lenni most nagyon menő, és a Tesla villanyautókattól. És azért a kategóriájában nagyon erős. Tehát azt most én így nem fogom tudni nektek megmondani, hogy a legjobb villanyautókattól jár Tesla, vagy a második legjobb villanyautókattól jár, vagy egyáltalán pontosan miben definiáljuk a legjobbat, mert ugye nyilván egy csomó mindenben meg lehet határozni. De az biztos, hogy most a gazdasági csomagok furcsán mozdítják a tőzsdei értéket. A Tesla egyébként viszont elképesztő, hogy most mit nőtt. Az elképesztő. Az a kérdés, mennyire buborék, de ez egyébként mindig kérdés amúgy. Vagy legalábbis szerintem mindig kérdés, mindig mindenhova. Tehát az e-sportnál még mindig, sőt, egyre erősebbek a hangok, amik azért abba az irányba viszik, hogy egy bizonyos, tehát a fejlődés egy bizonyos része buborékfújás. Ahogy én ment. Egyből pereg a Squadrons multi majd, vagy előbb single kampányt szeretnéd végigvinni? Hogy készüljek? Én először szeretném végigvinni a single kampányt egyébként. Tehát én ott valószínűleg a single kampánnyal fogok kezdeni. Már csak azért is, hogy jobban beletanuljon az ember így alapvetően a vezetésébe, vagy pilót, tehát az űrhajók irányításába. Én az a helyzet, hogy én ezt olvastam is már valahol, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy egy, hiteles forrásból, kettő, hogy honnan, tényleg nem emlékszem rá, de hogy én olvastam valami olyasmit a Squadronzzal kapcsolatban, hogy nem is lehet azonnal beugrani, multiplayerezni.
Mondom, nem tudom, hogy mennyire hiteles. Lehetséges, hogy egyáltalán nem az. De hogy én, sőt, én konkrétan valami olyasmit olvastam, ami szintén lehet félreértés, hogy ez mindegyik vadászgépre külön igaz. Tehát, hogy mindegyik vadászgéppel kell valamennyit repülnöd single playerbe, hogy bemehessen multiba. De hogy ebben aztán abszolút nem vagyok. Tehát, hogy ebben már abszolút nem vagyok biztos. Ez azért pretty agresszív lépés lenne. Well, hát ebből a barlangból kiszedjük a dolgokat. Ó, Skinnisnek nagyon szépen köszönöm a szabot. Nagyon király vagy, ne haragudj, nem vettem észre. Nagyon szépen köszönöm. Valószínűleg épp a Tesla-ról, Tesla tőzsdei növekedéséről monologizáltam, ami az nyilván nem értek egyáltalán. Próbáltam ezt jelezni megfelelően, hogy nem én leszek a gazdasági tanácsadótok, srácok. Jön a Subnautica Switch-re, az még elég. Oké. Valaki el tudja nekem magyarázni, mi a retek? Ez a Star Wars kiegészítő a Simshez. Mondtak erről valami bővebbet, mint ami abban az egyszem videóban szerepelt? Vagy nem mondtak bővebbet? Mert hogy így állok, így nézem, és így nem értem. Nyilván valószínűleg meg fogom venni, meg megnézzük majd streamben, tehát abban biztosak lehettek, hogy megnézzük streamben. De közben azért így lebeg felettem a kérdőjel, hogy mégis mi az Isten ez. Elküldtem az ilyen blogposztot, el kellett volna olvasni, de hogy is? Megnéztem a videót, nekem annál több nem kell, köszönöm. Majd eleírja valaki ügyesen. Egyébként azt hittem a videót küldted. Tény és való, hogy azt hittem a videót küldted. Oké, ez egy zavarba ejtően produktív bányászat, srácok. Mármint nyilván van benne egy csomó kő ebben is természetesen, de hogy ez egy zavarba ejtően produktív bányászat. Meglehetősen jól haladunk. Az biztos, hogy Vikinek nem ez lesz a kedvenc pekke, jó? De... Megkaptam most egyébként ritustól, hogy nem játszom jól a Sims-et. Azt mondta, nem játsz... Ó, gyémánt! Szóval azt mondta, nem játszom jól a Sims-et. Emlékeztek, amikor vasfarmot akartunk építeni? Well, valahol még mindig. Zolinak nagyon szépen köszönöm a cheert, nagyon király vagy, jó reggelt! Ja, nem, már dél van. Hogy lehet rosszul játszani a Sims-et? Hát, szerintem lehetséges, hogy túl kevés érdekel az, hogy vannak a szimeim. Én így fordítottam le magamnak az aggájait. Nem mintha elmondta volna az aggájait, nem erről van szó. Teratlannak nagyon szépen köszönöm a csírt, nem, még nem, ez még nem vonat. De nagyon szépen köszönöm. És egyébként valljuk be őszintén, tényleg nem érdekel különösebben, hogy vannak a szimeim. Én ripityára töröm azt a videójátékot.
És nagyon remélem, hogy a Star Wars-os kiegészítővel sok pénzt el. Képzeljétek el, de most csak komolyan. Majd bennek is nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt, és ezzel vonat. És ezzel elindult a vonat. Köszönöm szépen, srácok, az indítást. Nagyon-nagyon királyok vagytok. Szóval nagyon-nagyon remélem, hogy lehet csinálni e-sportoló Jedit, vagy e-sportoló Sith-et. Tudom, érdekes kombináció, de hát... Legyünk őszinték, azért elég flash. Oké, okay, ez így szerintem akár jó. Arra van egy émet, nincs. Tételezzük fel, hogy nincs. Oké, okay, ebből lett egy kis XP-nk. Oké, okay, szedjük ki azt a gyémántot. Napsinál neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm a... Csírt. Nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Oké, okay, ez még egy kis XP. Még egy kis XP, arról nem is beszélve, hogy redstone. Oké, okay, ez egyetlen egy blokk gyémánt. Ez konkrétan egyetlen egy blokk gyémánt. Kikiri, neked is nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Nagyon-nagyon királyok vagytok, srácok. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Szerintem, ha ezt a részt itt kiszedjük, vagy hát ezen a részen kiszedünk mindent, akkor akkor utána felmegyünk. Ja, szerintem annyi lesz most ez a bányászat, mert hát alapvetően összeszedtünk egy halom cuccot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, majd bennek ismételten a csírt, nagyon-nagyon király vagy. Na, meg lesz a level 2? Meglátjuk majd. Bubának is nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Elvileg lesz egy másik világ, ahol lehet artefaktokat, meg treasure-öket gyűjteni, és hazavinni a lakásodba. Küldik lesznek, meg reputation rendszer a Batun. Lehet a New Order tagja, vagy a Resistance tagja is. Ah, ne már! Jaj, Istenem! Jaj! Please, no! Miért nem lehet... Ah, mindegy. Oké, okay, elment a kedvem az egésztől. Iratusznak is nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Ez valahol egyébként tök szomorú. Lehet dolgokat gyűjteni. Ki a nyavaj akar dolgokat gyűjteni hazafelé? Márint, hát most komolyan. Tehát, hogy... Szomorú vagyok. Ne, meglepődött nem. Tehát, hogy azért azt tegyük hozzá, hogy meglepődött nem vagyok, de szomorú igen. New Order, Gagyi Empire? First Order. First Order. A Gagyi Empire. De egyébként Gagyi Empire. Szeretném egyébként a izét a... Úristen, mit teszem a neve, ez viszont para. Szóval a Kylo Rent. Őt szeretném Teszkós Darth Vadernek hívni, de nem lehet. Mert Teszkós Darth Vader az... az a Rogue One-os csávó. Ő a Teszkós Darth Vader. Zolinak nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabokat, nagyon-nagyon aranyos tőled, köszönöm szépen. Gratulálok Pringles Packetnek, Pantinak, Lordzolnak, Steenhunnak és Killnoobs69-nek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Zolin, tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm. Mivel felnőtt ember vagy, bizonyára tudod, de remélem azért tudod, hogy lehet nézni a streamet anélkül is, hogy ide dobáld az összes pénzed. Csak mondom. De amúgy nagyon-nagyon szépen köszönöm. I have you covered. Annyira nem izgat, hogy mi a nevük. Ja.
Sajnos egyet kell értsek veletek. Annyi mindent ki lehetett volna hozni egyébként a birodalom bukása utáni időszakból. Annyi mindent. De tényleg. Annyi mindent ki lehetett volna hozni. És akkor így tudjátok így, ez sikerült. És így... És ez szomorú. Viszont egyébként az audiobook, amit most hallgatok, az... Aiden Versio, Versio-nak hívják azt hiszem. Tudjátok, aki a Rogue One helyett a Battlefront 2-nek volt a főhőse. Őróla szól egy audiobook, és az viszont nagyon-nagyon tetszik egyenlőre. Nagyon-nagyon tetszik. Az az első halálcsillag megsemmisítésekor kezdődik egyébként, tehát onnan indul a sztori, hogy a csaj ott volt, mint pilóta, és ugyanúgy élte túl, mint Darth Vader. Teratlannak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy endékozott egy szabott Timinek! Nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen! És Sumerudónak is nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt, nagyon-nagyon aranyos tőletek! Köszönöm szépen, srácok! És onnan kezdődik meg az Inferno Squadnak a megalapulása, megalakulás, squad az alakul, ugye? Ez nem alapul. Jó. Megalakulásától, és ilyen, ja, szóval az ott azért az elég izgi. Az a helyzet, hogy az egyelőre az elég izgi, meg a stílusa is tökre tetszik. Tehát az a stílus, ahogy meg lett írva. És ahogy fel van olvasva. Iratusnak is nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt. Nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szóval, hogy az most kifejezetten tetszik. Előtte azért hallgattam egyébként az Ahsokát. Az Ahsoka nem tetszett annyira kimagaslóan. Nem volt rossz egyébként, de nem tetszett annyira kimagaslóan. Mit hallgattam előtte, ami Star Wars volt? Előtte a Dooku grófos cuccot hallgattam. Annak az eleje tökre tetszett. A közepe már kevésbé, a vége egyáltalán. Nem. Ahsoka? Jaj. Ne hívjuk egy körömláb gomba után szegényt, az egy tök jó karakter egyébként. Amúgy tényleg egy tök jó karakter. És olyan tekintetben viszont rendben volt ez a könyv, hogy a karakteréhez tökre illett. Az is, aki felolvasta, mondjuk a Star Wars-os audiobookok nagyon jók. Nem tudom, ki hallgatott a cseten Star Wars-os audiobookot, de Star Wars-os audiobookok nagyon jók. Naked Sabernek nagyon-nagyon szépen köszönöm szintén a csírt. Köszönöm szépen mindenkinek egyébként, aki részt vesz benne. Srácok, ha esetleg van egy Prime-otok, ez egy tök jó alkalom, mert lehet plusz extra emótokat szerezni vele. Meg hát nyilvánvalóan támogatni a csatorna szóval a csatorna létezését elsősorban. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm. Egyébként pedig abszolút megértem, ha valaki nem most szabol, vagy ilyesmi, mert szeptemberben meg le lesz árazva. Szóval, hogy szeptemberben meg olcsóbb lesz a szab. Szóval azt is abszolút megértem, ha valaki azt meg akarja várni. De egyébként szeretne szabolni, és nyilván azt is, ha valaki nem akar szabolni, szóval igazából minden a legnagyobb rendben van. Blinkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot, 16 hónap! Scam train! Woo! Scam train! Köszönöm szépen, srácok! Hogy lett megint ennyi redstone-om? Holig vakamoli, srácok, most felvisszünk azért valamennyi redstone-t. Volt egy ilyen? Nem olvastam. Magyarul hallgatom a Star Wars? Nem. Nem is tudom, hogy ezek vannak a magyarul. Hát az audiobook műfaj az ilyen elég macera. Azt tudom, hogy van audiobookos ilyen online dolog, ami audiobookokat csinál magyarul, mert egy haverom csinálja. De hogy... De hogy ők elsősorban tehát hogy ők elsősorban szakmai jellegű könyveket csináltak eddig, és azt hiszem, hogy ők most akarnak elkezdeni ilyen szórakoztató dolgot, az lenne egy tippem, hogy nem a Star Wars-szal fogják kezdeni egyébként. Annak azért a licenszerése az nem lehet
Szuper egyszerű. Mennyivel drágább, mint egy könyv? Hát, annyival, hogy fogod a könyvet, és aztán indul még az audiobooknak a production-je. A vásárlásuk egyébként nem annyira, az előállításuk az, ami drágább. Tehát, hogy bármennyibe kerül egy adott könyvet előállítani, az audiobooknak még ugye utána kell. És akkor innentől kezdve van hatalmas minőségbeli különbség audiobook és audiobook között. Tehát, hogy hallgattam már olyat, aminek még a hangszerelése se volt jó. Tehát, hogy mit tudom, változott a hangerősség, nem tudom ezt hogy hívják audiobookoknál, de mondjuk változott a hangerősség, meg hallgattam már olyat is, ahol külön szinkron, voice szinkronok voltak a különböző karaktereknek. Jó, ez nyilván az nyilván így a hozzáadott érték teteje már körülbelül, hogy tényleg minden karakternek külön szinkronja van, azért az elég ritka. A Star Warsoknál... Ó, Zolinak nagyon-nagyon szépen köszönöm a 10 további ajándékszabot. Wow! Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Gratulálok Zoltán Miklósnak, Drunkmannak, Kacsának, TRN Teamnek, Attilának, Kuzlinak, K. Attilának, vel nem Attilaként kellett, Radisnak, Demiendnek és Patriknak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Wow, ez rengeteg ajándékszáp. Köszönöm szépen. Szóval a Star Warsnál ott meg végig vannak hangeffektek. Tehát ilyen csipogások a háttérben. Mit tudom én, hajó legénység zaj a háttérben. Szóval értitek, ilyenek. Teratlonnak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékozott egy szabot Kisokosnak és Jennifer Hasmussennek nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. És ezzel egyébként nem is tudom, hogy meddig toltuk el. Ja, kompletáltuk a level 5-öt. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szóval ja, a Star Wars audiobookok azok nagyon össze vannak. Azok nagyon-nagyon össze vannak rakva. Tehát mit tudom én, Darth Vader. Légzése a háttérben. Tehát, hogy azért azok nagyon össze vannak. Az teljesen más szinten mozog. A izék egyébként, amik kifejezetten, vagy nem voltak, nem az, hogy kifejezetten rosszak voltak, mert ez egy erős túlzás nem, de nem voltak annyira jók, az Altered Carbonnak a... Tominek nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Még szerintem nem jutottunk el odáig, hogy azokat olvassa. Szóval, hogy az Altered Carbon könyveknek az audiobookjai voltak nem jók. Tehát, hogy ott ilyen, olyan hang, tehát ilyen hangkeverési problémák voltak. Jaj, ez nagyon para volt. Ez nagyon-nagyon para volt egyébként. Én amúgy az audiobookot, srácok, azt csak ajánlani tudom. Tehát, hogy már mint így kipróbálni. Most nem az, hogy azért nyilván lehet, hogy nem jön be. De hogy például kipróbálni, mert például tudom, hogy én alapból nagyon... hallás, tehát ugye én nagyon jól tudok figyelni a hallás alapján, meg így tanulni, tehát én a hallás alapján tanultam is, szóval hogy így nekem így a hallás így nem tudom, így fontosabb, asszonypajtásnak sokkal kevésbé, tehát ő például azért nem is hallgatott, volt egy időszak, amikor sétálva jár dolgozni, és azért nem hallgatott közben podcastet, mert többször vissza kellett tekernie, mert így elterelődött a figyelme, de hogy ugye ha olyan vagy, hogy nem csinálja ezt mondjuk, akkor az ilyen, az tök jó lehet. Én Audible-ozok. Nekem van egy Audible előfizetésem, az havonta egy könyv gyakorlatilag. Ami egyébként elég fura. Tehát, hogy az Audible-nek az előfizetési rendszere az azért az nekem elég fura. Ugye az összes ilyen előfizetős rendszer az ilyen előfizet, és aztán korlátlan hozzáférés biztosít. Az Audible nem. Az Audible-nél ez konkrétan úgy működik, hogy előfizetsz. És akkor az gyakorlatilag egy ilyen kreditrendszer van, és akkor minden könyvnek van ára normálisan, az változik, hogy mennyi, vagy minden könyvet meg lehet venni egy kreditér. És akkor minden hónapban kapsz egy kreditet egyébként. Ami egy kicsit fura amúgy. Akkor megijedtem, te jó ég.
Szóval ez a rendszer, számomra ez egy picit azért fura. Tökre örülnék, ha ilyen korlátlan hozzáférés lenne, de biztos ők tudják egyébként, hogy miért így csinálják, vagy biztos nem tudják fenntartani egyébként gazdaságilag, nem tudom. Van egyébként ehhez hozzátartozik, hogy van egy rendszer az Audible-on, elméletileg, én nem is tudom, hogy van-e még, mert nem használom amúgy, hogy a könyvet, amit hallgattál, azt visszaadhatod akkor is, hogyha meghallgattad, hogyha nem tetszik. Tehát, hogy meghallgathatod az egész könyvet, és utána visszaadhatod, és visszakapod a kreditedet. Ez nekem ugye nyilván azért fura, mert abban az esetben, ha emellett döntesz, vagy ezt csinálod, akkor legjobb tudomásom szerint nem kapsz alkotó pénzt. Tehát, hogy az alkotó nem kapja meg a, nem kap pénzt azért, hogy valaki meghallgatta a könyvét. És ez engem ugye nyilván azért zavar, mert hogy én elsősorban nem az Audible, mint céget szeretném támogatni, hanem konkrétan a... hanem az alkotókat is. Úgyhogy én ezzel például nem élek, de van olyan barátom, aki visszaadta egy időben. Nem tudom, hogy jelenleg ezt lehet-e még csinálni, de régen lehetett, és akkoriban visszaadta a könyveket rendszeresen, és ő neki így ilyen formában végtelenné vált. Sőt, azt hiszem egyébként volt is reklámkampánya az Audible-nek, ami arra ment rá, hogy így végtelen mennyiségű könyvet hallgathatsz meg. Hogy egyszerűen csak vissza kell, vissza, hogy egyszerűen csak visszaadod. De hogy ez nekem így nem tudom. Én ezt nem tartom korrektnek. Nyilván az Audible cégnek is akarok fizetni, mert hogy nyilván ők is közrejátszanak abban, hogy ezek a könyvek elkészüljenek, de hogy az írók is. Főleg értitek, hogy mondjuk egy könyvet, ami konkrétan tetszik. Tehát, I hogy azt think utána visszaadjam, fú, ez nekem nagyon fura lenne. Los Lacinak nagyon szépen a what? Nagyon szépen köszönöm a donation, de nem nekem lesz szülinapom, azt ugye tudod? Nem hangzott úgy, mintha azt mondtam volna, hogy nekem lesz szülinapom, ugye? Nagyon-nagyon szépen köszönöm, ha elírás, vagy félreértés, vagy bármi ilyesmi, akkor nyugodtan szólj, és visszaküldöm azt a részét, amit megkaptam. Mert ugye nyilván sajnos nem kapom meg az egész összeget, mert PayPal, meg másik dolog, meg ilyenek. De hogy azt a részt, amit megkaptam, azt nagyon-nagyon szívesen visszaadom. Nem kacival megyünk, nem kaci szülinapjára megyünk szombaton, amúgy. Családi szülinapozás lesz, de azt hiszem, ezt is mondtam. De amúgy tényleg nagyon szépen köszönöm, csak nyilván ez egy nagy összeg, és akkor ilyenkor fél az ember, hogy nem tudom igazából, nem... Tehát, hogy valami, nem tudom, valami félreértés. A dolog. És nem szeretsz olvasni, vagy így közben mást is tudsz csinálni? Nagyon szeretek olvasni. Csak így tudok mást is csinálni. Olvasni tök mást olvasok egyébként. Még nem olvasok annyit, mint kéne, mert tarkovozom! Nem világítottad ki a folyosó végét, mert nincs több fákjám. Nincs félreértés. Oké, okay, jó, akkor megnyugodtam. Ebben az esetben csak nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nagyon, tényleg, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Töltöttünk is vissza a technika büdzsén. Jaj, nem már. Igen, én is rájöttem, Szeti, hogy van. Van nálam cucc. Oké, okay, ez a bányászat, ez nem volt rossz.
Ez a bányászat. A játékokat nem abból a büdzséből veszem egyébként valamiért. Nem tudom miért nem, de nem abból a büdzséből veszem amúgy. A játékokat azokat a családi büdzséből veszem általában. Nem is ez a durva, hanem az, hogy tud erről asszonypajtás, és őnek is evetődött fel, hogy miért nem a másikból. Legókat veszek abból a büdzséből, meg technikai eszközöket egyébként, ahova a donation-ök mennek. Most épp technikai eszközöket. Egyébként valószínűleg világítást. Oh! Tomi már megint sült krumplit? Ja nem, most a múltkor Zsolti evett sült krumplit. Sült krumpli. Az helyzet, hogy túl gyakran eszem sült krumplit. El kell kezdenem megint egészségesen étkezni. Nem is feltétlenül azért, mert kövér vagyok, azért is, nem kell leírni, köszönöm. De nem is feltétlenül azért, mert kövér vagyok, hanem azért is, mert fokozódik a reflux helyzet ismételten, és azt nagyon jól tudtam kezelni egyébként azzal, hogyha figyeltem arra, hogy mit eszek. Mert hogy tényleg nagyon-nagyon jól lehetett kezelni. A hotas is technikai eszköz. A hotas is technikai eszköz, igen. Ajajajajajaj. Nem nézegetek hotast. Nem nézegetek, bár ha nézegetnék, ezt el lehetne adni, és ezt most nagyon jó áron. Ennyire azt mondja, hogy finom, és vegyél mellé reflux gyógyszert. Ez nem ennyire egyszerű. Sajnos. Én azért inkább figyelnék az étkezésre. Oh-oh. Hű, boy. Mi történik? Ha honnan került ide ez a halom zombi? Épp salátát eszek, szóval léci ne emlegesd a sült krumplikat. De a saláták tök finomak. Ugye asszonypajtás tegnap rossz helyre rendelte az ebédjét, és hozzánk érkezett meg. És konkrétan tök finomak voltak. Szerintem ezt rájuk bízom. Mi kell a vas farmhoz? Most már semmi. Most már elkezdtem építeni. Gyerünk, zombi! Kapd el! Gyere! Hát... Nem. Csak a lámákat tenném el. Megmerő... Felhívtam azt, hogy pajtást, hogy mi legyen. Hogy vigyem el neki, vagy megeszi, vagy értitek. És utána írt Facebookon, hogy rendelt mást. Tehát, hogy az volt az egyszerűbb, és akkor igazából nekem meg volt ebédem. Szóval nekem meg nem kellett... Oh-oh. Ja nem, pillanatra azt hittem, hogy ez egy aranypáncél. Csak a szemem sarkából láttam azt a kalapot, és azt hittem, hogy ez egy aranypáncél. És ugye, hogyha ott aranypáncél van, akkor az azt jelenti, hogy... Hát, értitek, azt jelenti, hogy halál. Elsősorban azt jelenti, hogy halál. Na jó, van, süssük ki ezt a rengeteg vasat, amit felhoztunk. Jó, igazából nem annyira rengeteg, de igazából egész sok, úgyhogy jó lesz. Meg ki kéne sütni ezeket is. Szeret is hoztunk fel bőven egyébként. Alapvetően ez egy jó bányászkör volt. Nem is kicsit. Azt lehet, hogy igazából olyan helyen voltunk, hogy közben még termelődött is a mezőgazdasági cuccaink. Úgyhogy van Minecraft? Már Minecraftozni volt kedvem. Nyolc szén süt ki, Szeti. Nyolc szén. Azért kérdezed, mert miért hetet rakok hozzá?
Azért, mert az első azonnal aktiválódik. Tehát, hogyha elkezdett pakolni... nézd, akkor igazából, ha van sütnivaló bármi, akkor ugye az első az azonnal aktiválódik. És hogyha utána felpakolod 7-re, akkor raktál be 8-at. Tehát, hogy ennyi igazából, ami miatt így. Oké, ez követ süt, ez vasat süt, ez vasat süt. Jó, ez szén. Oké, jók vagyunk. Akkor ezt elrakjuk, ezt elrakjuk. És redstone-ból is rengeteget hoztunk. Az nagyon-nagyon sok. Az bizony nagyon-nagyon sok. És aranyból is hoztunk valamennyit. Aranyból nem hoztunk nagyon sokat. De hoztunk valamennyit. Jó, visszarakom a padlót. Igazán a tök igazatok van, nincsen semmi maradandó okunk arra, hogy miért ne legyen itt padló. Egy korábbi építkezés miatt... Oh no. Van maradandó okunk, hogy ne legyen itt padló, nincs elég fánk. Több gyémántot hoztam, mint aranyat? Ez egyébként így van, igen. Van valami bajom, ahol nagyon sok az arany. Van valami, az a furcsa köves sziklás. Ott... vasfarm, nem padló. De. Padló és aztán vasfarm. Mennyi az idő? 1 óra. Olyan 3 és fél 3 között kell lelőnöm a streamet. A vasfarmban van még meló. Tehát abban van még meló. A megsemmisítő rész kész van. De nincs kész, az fel is kell vinni a falusiakat. Nem is találtam még ki igazából, hogy melyik dizájnt szeretném. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy túl szeretném bonyolítani. Vannak ilyen nagyon komplex vasfarm dizájnok egyébként. De hogy én személy szerint nem szeretném túl bonyolítani. Ami nyilván a bonyolultabb, az lehet, hogy ilyen hatékonyabb. Tehát, hogy így értitek, még több vasat termel. De hogy most először szerintem egy olyan vasfarmot szeretnék, amit csak elkezdi termelni, mert már valószínűleg abból lesz elegendő vasunk, azokra a dolgokra, amiket akarunk csinálni. Majd később, amikor hatalmas projektekre lesz szükségünk, akkor építhetünk sokkal komplexebb vasfarmokat. Tehát mit tudom én, van olyan vasfarm, aminek a közepén nem is zombi van, hanem pillager, tehát hogy azért, és meg is van az értelme, hogy miért, mert ugye a pillagertől sokkal messzebbről félnek. Meg ilyen pisztonrendszeresek is vannak, meg... Tehát sok különböző van, mi szerintem valami egyszerűbbet fogunk építeni. Előttem van a design, hogy melyiket szeretném megcsinálni, majd ki kell találni, hogy az ugye mennyire működőképes. Ugye alapvetően van egy pár dolog, amire figyelni kell a falusiaknál. Egyszerűbb lett a vasfarm. Sokkal egyszerűbb lett a vasfarm. Szia, school! Sokkal egyszerűbb lett a vasfarm, mint volt az előző update-ben, mert nem kell dolgozniuk a falusiaknak. Elég, ha csak aludni tudnak, meg megijednek. Tehát, hogy most jelenleg ez a kettő az, ami szükséges. És akkor onnantól csak ilyen távolságokat kell figyelembe venni, meg ugye az a cél, hogy a lehető leggyorsabban eltávolítsuk az Iron Golemet a közelükből. Mert ha nagyon gyorsan eltávolítjuk az Iron Golemet a közelükből, akkor... akkor ugye hamarabb spawnolt a következő. Hogy jött megint szóba a fánk? Pillanatra nem figyelek ebbe a nyavajás stream, azt azonnal a fánkokról beszélünk. Valami biztos van, ami megijeszti a falusiakat. Bár egyébként hozzá kell tenni, hogy nálunk ott pont nincs. Tehát, hogy ott nem tudom, hogy mi ijeszti meg a falusiakat. Az egy naptár. Az egy örök naptár. Ami azt jelenti, hogy be lehet állítani mindig, hogy hanyadika van, így évfüggetlenül. Mert ugye csak beforgatod a számokat, és alapvetően tök mindegy, hogy éppen hány napból áll a hónap. Szépen be lehet. Szia, Spinyó!
Neked is produktív napot! Tessék. Vagy nem produktív, ha pont pihenni akarsz. Nem kell feltétlenül produktívnak lennie minden napnak. Nem kell minden napnak produktívnak lennie. Ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni. Nem kell mindig produktívnak. Jó, mondjuk egyébként a mai napra ezt már viszonylag könnyen mondom rá, amikor eltoltátok a scam terint az ötösig, és aztán jött egy hatalmas donation is, szóval én innentől kezdve viszonylag könnyen beszélek a mai napról, a mai napon arról, hogy nem kell minden napnak produktívnak lennie. Nyilván amikor, tehát hogy nyilván azért általában ezt így keményebben veszi az ember. Szóval Viktor, volt egy asztalemelés kérés. Meddig streamelünk? Mennyi ideje streamelünk? Két óra stream után szoktam felemelni, vagy igyekszem akkoriban felemelni, úgyhogy most is ez a cél. Megpróbáljuk egy ilyen fél óra múlva, mert most nagyjából ilyen másfél órája streamelek. Oké, okay, szóval. Ebből kell három, mert ugye kell egy új üllő, amivel el akarjuk nevezni Dávidról. Valaki tudja pontosan, hogy írja a nevén? Dávid 13, vagy valami ilyesmi. Így szerintem nincs nagyon konkrét vasfarm design, de nem is keresek nagyon konkrét vasfarm dizájnt. Mert nem feltétlenül mindenképpen az a célom, hogy valakinek a vasfarm dizájnját tökéletesen lemásoljam. Hanem így építek valamit, ami szerintem termel majd vasat. Oké, okay, ez megvan. Dávid. Oké, okay, írte ő... Itt van a cseten. Dani, nem is Dávid. LOL! Dani, 13k. Oké, okay, megvan! Holy guacamole, ez majdnem nagyon csúnyán mellé ment. Van egy halom, egyébként van egy halom tök jól működő design. Tehát, hogy van egy halom tök jól működő design, de hogy olyan fura különbségek vannak köztük egyébként. Ebből egy. Jó, vigyük el a másikat is, nevezzük el azt is. Hali, merre a menet? Szeretnétek bemenni? Nem. Kereskedni? Nem. Oké, akkor egy name tag. Defi legyen. Igenis. Defi. És egy Lordzo. Lordzo nem szokta kérni a neve elején az M-et, azt hiszem. Mindegy. Oké. Okay. Melyik kedves úriem... Au. Melyik kedves úriem... Hát, tessék. Defilett, és gyorsan kereskedek is vele. Ő már a gyémánt fokozatú kereskedőnk egyébként, úgyhogy ő már ennél nem lesz magasabb szintű. Remélem ez azt jelenti, hogy nagyon sok emerald van nála. Nem ezt jelenti. Oké, okay. A viszontlátásra. És most látszok egy, most légy színe váltsatok ki elnevezéses csatorna pontos mókát, mert az miért olyan sötét? Szóval ne váltsatok ki, mert nincs elég némtegünk. És most nem is feltétlenül arra szeretném költeni az emerágyainkat, ha egy mód van rá.
De hogy utána majd abszolút lehet, tehát utána majd ez a csatorna pontos dolog megint abszolút működhet, csak most tartsunk benne egy kis szünetet ilyen, leginkább azért, mert nem tudom megcsinálni feltétlenül, vagy hát meg tudom, de hogy... Kapcsoljam ki az elnevezést? Ki lehet kapcsolni? Aha, kikapcsolnád, ez tök jó lenne. Oda tudom rakni. Tényleg, Tomi ki szokta kapcsolni a valamit, az asztalt. Évek óta nincs nyári szünetem, mégis elszomorít a stream címe. Wow. Nekem nem, amúgy. Ja, kapcsoljuk akkor most ki. Köszönöm. A padló hiánya miatt volt világos. Logikus. Oké, szóval. Ott tartottunk, hogy vasfarm. Szóval kellenek falusiak. Ezek a falusiak akarnak valahol aludni. Nekik kellenek ágyak. Viszonylag egyértelműen. Három darab falusira van szükségünk összesen. Vagy legalábbis így első körben biztosan, mert ők már tudnak egymásnak ügyesen pletykálkodni. Van valahol gyapjú. Nagyon jó. Akkor a három darab falusi, az viszonylag egyszerű. Munkapadokra nincs szükségünk. Ha minden jól megy, restonra sincs. Szükségünk van viszont szőnyegre. Nem kell sok szőnyeg. Szükségünk van fél blokkokra. Miből akarunk vajon fél blokkokat? Én személy szerint ebből szeretnék fél blokkokat. Szükségünk van némi építő blokkokra. Tehát, hogy nem kell nagyon sok, de valamennyi építő blokkra szükségünk van. Szeti! Van 10 000 pontod? Mert akkor válts ki a belebeszélnéket, kérlek. Már csak azért is, mert rossz, amit mondasz. Nem kell. Most már nem kell. Tehát, hogy most már nem kell, hogy legyen munkája a falusiaknak. Ha csak nem, ez egy 1.16.2-es dolog. Jó munkát, Bálint! Ha ez nem egy 1.12-es dolog, az 1.16.2-es dolog. 1.16 óta nem kell. Amit hogy nem épp az előbb mondtam el. Mármint, hogy egy pár... Puff! Spinyó bevágta a Szeti védelmi pénzt. Wow! Köszönöm szépen! Szeti nevében is. Szóval nem kell már egyébként. Nem kell már egyébként. Nincs rá szükség. Oké. Okay. Trapdoor. Trapdoorra viszont van. Én meg elutasítom. Nem így működik. Nem. Szeti popója meg lett mentve. Szeti popója teljesen szabályosan meg lett mentve. Oké, okay, trapdoorok azok kellenek. Hogy pontosan hova, azt majd kiderül. A trapnek ezen része az egy konkrét design, amit láttam valahol. Azt, hogy jól sikerül-e megvalósítani, ezt majd meglátjuk. Oké, okay, a következő kérdés az az, hogy hova akarjuk ezt rakni. Először is, kell egy gyűjtőterület e köré. Afölé akarjuk valahova rakni a dolgot. Jaj, de... Ó, ez a láva oda nem kell, amíg építkezek. Az több, mint teljesen biztos, hogy nem kell, ameddig építkezek.
Respect for Seti, no more mean streamer. Mi az, hogy mean streamer? Ha mi az, hogy mean streamer? Hát nem is kapott TO-t. Pedig by definition, minden szabály alapján meg kellett volna, hogy kapja. Mi az, hogy mean streamer? Hát miről beszéltek? Az az érzésem nem elég izé, vaskezű a diktatúra. Oké. Okay. A fölé fogjuk rakni a cuccokat. Hova fog pontosan kerülni a micsoda? Össze tudjuk-e úgy rakni egyébként, hogy mondjuk két különböző csapatfalusi is lehessen? Tehát, hogy mondjuk tudjuk-e úgy bővíteni, hogy csak építünk mellé még egyet? Mekkora, tehát hogy 16 blokk távolság kéne akkor ugye a spawn platformoktól. Ami azt jelenti, hogy mondjuk 1, 2, 3, 4, ugye ez 3x3. Ha mondjuk mind a kettő oldalán elmegyünk 9 blokknyit, akkor lehet. Lesz délután DV-knél, Fanvid Geeks-en, ezen a csatornán nem lesz, ezen a csatornán ma ez az egyetlen. Az igazi kérdés az az, hogy meg lehetne úgy csinálni, hogy, meg, hogy mondjuk négyjel. Tehát, hogy meg tudjuk-e csinálni négyjel. Ajaj, kezd megalománná válni a projekt. Pillanatra nem figyelek, és kezd megalománná válni a projekt. És akkor a négy sarkában lenne a négy spam platform, és aztán az mosná össze őket középre. Gyulának nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy folytatja a Hill House-tól kapott ajándék szabot. Nagyon-nagyon király vagy, és örülök, hogy jól érzed itt magad. Nem annyira megalomán egyébként, csak egy kicsit megalomán. Oké, ez egy egyszerű fa. Kerj ide láda. Kerj ide a közelünkbe láda, hogy itt tudjunk építkezni. Meg le tudjuk pakolni a dolgokat, amiknek éppen nem kell, hogy nálunk legyenek. Valahogy úgy, hogy ne ütközzön semmibe az építés közben. Oké, ennyi láda nem kellett. Mutatom, mennyi láda nem kellett, srácok. Ennyi láda nem kellett. Oké, ide akkor alkatrészeket teszünk le. Ide kitermelt nyersanyagokat mondjuk. Nem tudom, csak hogy legyen értelme annak, hogy kettő izé van. Kettő láda van. Oké. Milyen ásásra gondolsz, Peggy? Hogy arra az ásás. Hogy arra. Ez mióta van? Ez mióta létezik ez a komment, srácok? És Szeti, te csináltad-e? Pár hete csináltad. Oh. Nem vagyok meglepődve feltétlenül. Oké, okay, szóval. Egy 16 helyett nem 16, mert ugye a platform mérete is nagyobb, tehát bele kell férnie a 16x16-os négyzetnek, tehát akkor mit tudom, hogy csináljunk egy 23x23-as vízgyűjtő négyzetet. Az a kérdés, hogy az összefolyik-e jól? Nem. Mekkora az, ami összefolyna? 1, 2, 3, 4, 5, 3, plusz 8, plusz 8, ez 16, plusz 3, az 21. A 21-es az igazából lehet is jó. Oké, 21-es lesz a vízgyűjtő területünk. 21x21-es. Jó, tételezzük fel, azt majd megpróbáljuk. És akkor valahogy megpróbáljuk újra pottyantani az Iron Golemet, hogy a többiek ne lássák. Várjátok, ha a szélén esik le,
akkor a másik oldalán lévő falusiak, azok nem látják azt az Iron Golemet, ami azt jelenti, hogy nem zavarja be az általuk történő Iron Golem spawnolást. Jó, ez nekem ez így okésnek tűnik. Lehet, hogy a mérete nem ideális, lehet, hogy egy kicsit nagyobb, mint kéne. De szerintem ez így jó lesz. Vagy legalábbis így fogjuk építeni, tök mindegy jól. És itt valószínűleg egy kicsit büdzsében fogunk dolgozni. És szlebekkel csináljuk. Ezt a részt itt lecseréljük üvegre. Mert akkor könnyebben esik le az Iron Golem. De idáig kell elfolynia a víznek. Oké. Okay. Tehát akkor... kezdjük el kijelölni őket. Oké. Okay. Szóval egy... Nem. Egy, kettő, három... 4, 5, 6, 7, 8. Így. A üveg lapról. Üveglapról, Tomi, nem üvegblokkról. Üveglapról. Arra könnyebben tud leesni. Mert ugye a víz vége az arrébb van, mint a széle. Hol lehet kapni olyan szép kulacsot? Ez egy ekva kulacs egyébként. Ekva. Well, ezt nem látod, de nem is fizetnek, hogy lásd, úgyhogy tételezzük fel, hogy ez egy ekva kulacs. És most akarok új kupakot rendelni hozzá egyébként. Well, ez talán egy csöppet overkill volt egyébként. De mindegy, ha már itt vagyunk, csinálunk eszközöket. Megjött a mai csomag, egy pillanat és jövök, srácok. A futársrác megdicsérte a pólómat.
Ó, szavazás kértek közben. Szavazás arról, hogy a nép szetikráciát vagy diktatúrát akar. Valaki megcsinálja ezt a szavazást? Ami nyilvánvalóan csak egy esetben lehet legitim. Gondolom mondanom se kell. Oh. Oh, ezeknek itt az oldalán, ezek itt, ezeknek teljes blokkoknak kell lennie. Nyilván, nyilvánvalóan egyetlen egy kimenetele van ennek a szavazásnak, ahogy legitimnek tekintjük. Killing me right? Ez ilyen fehér orosz szavazás lesz? Nem, teljesen más. A fehér oroszok elcsalták a szavazást. Mi nem csaljuk el a szavazást, csak ignoráljuk, ha úgy tetszik. Ez egy teljesen, teljesen másik, másik jellegű szavazás kérdés. Na, én leadom a szavazatomat magamra. Közepesen elegánsan. Nem lehet szavazatot venni. Szeti, nem lehet szavazatot venni? Hát ez milyen dolog? Szeretném megjegyezni, hogy a diktatúrában lehet. Just saying. A diktatúrában lehet venni szavazatot. Igen, egy csatorna pontért lehet venni szavazatot, ha a diktatúrára akarsz szavazni, és egy millióért, ha a SETI valami nem is tudom milyen államrendjéért. Persze Viktor hozta a szavazóbotokat. No need, no need. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 8 akár működhet is. Tételezzük fel, hogy működik. Nem, senkit nem bannolunk ki azért, mert Szettire szavaz. Nyilvánvalóan nem felejtjük el, hogy mit tett. Nyilvánvalóan nem maradt következmények nélkül. De nem bannoljuk ki. Legalábbis azonnal biztos nem. Az biztos, hogy a szavazat leadása után gyakrabban néznék hátra, ha megyek valahova. Vagy ilyesmi. De nem vagyunk milyenek, hogy ilyeneket csináljunk. 5 percre megyek el és népszavazásra érek vissza. Mi történik itt? Te mondtad, népszavazás. Népszavazás történik itt, kérem szépen. Egy, kettő, három, négy, hat, hét, nyolc. Lehet, egy kicsit jobban kéne sietnem ezzel a dologgal, mint amennyire sietek egyébként ezzel a dologgal. Oh, look at the győzelem! Szeti, nyugodtan számold őket újra. Well, hát az nekem ott nagyon kétharmadnak tűnik. Még csak a döntéshozásba se kell, hogy bevonjalak. Ajajaj, karamba. Hát ez nem lehet nagyon jó érzés. Szóval Szeti, lemondasz? Szemmel láthatóan nem vagy alkalmas ellenzéki vezető. Leiratkozok referről. Az majdnem olyan, mintha lemondanál. Akkor most alaptörvényt módosítasz? Alaptörvényt is módosítok. Meg mindent, amihez kedvem van.
stream menetrendet, alaptörvényt, szabályokat, mindent! Mindent! Atének nagyon-nagyon szépen köszönöm a csírt, nyertünk! Gyanús vagy te nekem, lehet, hogy igazából Szetire szavaztál, és amikor láttad, hogy sajnos nem vagy biztonságban, akkor gyorsan oldalt váltottál. Én úgy tudtam, ilyenkor szetistáknak el kell foglalni egy hidat, vagy valami ilyesmi. Hát, de nincs hidunk. Ó, Szeti, azt ott, ha szeretnéd. Azt ott elfoglalhatod. Minden, Viktor, ilyen? Kétharmad meg minden? Hát, ja. Érted? A hatalom hívó szava. Újra számlálás megy. Szeti újra számol. Hogyan tudod újra számolni? Vissza lehet keresni egyébként egyáltalán az adatokat? Ne felejtjétek, Szetinél vannak jogaitok. Persze még, mert nem ő van hatalmon. Amint ő lesz hatalmon, onnantól kezdve nem lesznek jogaitok. Annyi sem, mint nálam. Újra szavazással. Nem szavazunk újra. Ezek szerint újra szavazunk. Kérdés, lesz stadion? Lesz! Well? Hát, Szeti, szerintem most már nyugodj meg! Jó, persze, a megfelelő körülmények közé módosítod, akkor nincs meg a kétharmad, de egyébként hozzá kell tennem, hogy majdnem megvan a kétharmad. Még így is. Úgyhogy hála az égnek, a szavazat eredményének értelmében az első szavazást vesszük figyelembe. Úgyhogy minden rendben van. Ja, majd 4 év múlva, Szeti. 2024. Írd fel magadnak, 2024-ben újra szavazunk. I have you covered. Beast of the Endnek nagyon-nagyon szépen köszönöm a Prime-ot, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. De csak majdnem, szóval belebeszélhetsz, nem. Nem, ugyanis gyakorlatilag teljesen, tehát a két szavazás különböző módon tartottad meg, mint ilyen az a helyzet, hogy örülj, hogy nem vesszük el a szavazattartó jogodat. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy magad felé hajlik a kezed, amit nem szeretünk erre felé. Ez itt kérem szépen egy true demokrácia. Sort of. Azt te meg így belematadgatsz a dologba. Nem szép dolog. Nem kell addig várnom, csinálok egy dinós játékot és megvan oldva. Micsoda? Hogy jönnek ide a dinós játékok? Ezt a sortofot mondják a jelenlegi hatalmon lévő emberek, csak nem hangosan. Igen, egyébként mindig oda teszik, így keresztbe teszik az ujjukat, és azt mondják, hogy sortof. Oké. Oké, és akkor egy... Kettő... Három... Négy... Öt... Hat... Hét... Nyolc... De nem, rossz helyről kezdtem el a számolást. Egy, kettő, három, négy...
5, 6, 7, 8. Így. Az Iron Farmnak a gyűjtője készül egyébként. És reménykedünk benne, hogy majd meg tudjuk úgy építeni, hogy legyen benne több Iron. Tehát, hogy több termelőegységet próbálunk majd beleépíteni. Abban nem vagyok 100%-ig biztos, hogy sikerülni fog, de hogy megpróbálni meg lehet attól még. Oké, és akkor... Well, ezt nem teljesen így akartam. El kell kezdenem gondolkozni azon, srácok, hogy mit ebédelek ma. Lassacskán itt az ideje, hogy elgondolkozzak rajta, hogy mit ebédelek ma. Ez onnan jutott eszembe, hogy megéheztem. Ennyi igazából. Oké, szóval, ez egy kicsit nagyobb gyűjtő, mint az előző hardcore sorozatban van, de egy kicsit más farmot is akarunk ráépíteni, szóval igazából érthető a dolog. Lángost. Tejberist. Ételt. Oké. Turmost is the for the win. Palacsintát szerintem ma nem fogok rendelni, mert megint van egy megromlás felé haladó adag túró rudink. Ne is kérdezzétek. Az volt a baj, hogy volt túró rudi, és volt... Mert most fagyit nem ettem a torkom miatt. Az is van egyébként. De hogy volt túró rudi, és volt... Egyébként ma még tudnék is főzni. Tehát szerintem ma konkrétan tudnék főzni. Kedden csütörtökön kizárt, hát nem, egyébként kedden csütörtökön is, mert ilyen félkész kajákat el tudnék készíteni időt tekintve. Viktor, mi történik ott nálatok? Megromló túró rudik? Igen, a megromló túró rudi a keresztünk. Valahogy mindig visszatérünk a dologhoz. Tegnap ettem meg az előző csomagból az utolsót, ami azért volt egy remek lépés, mert... Ez kellett nekünk? Mindegy. Szóval azért volt egy remek lépés, mert ma járt volna le. Család szerint én vagyok a legjobb. Családot az sem zavarja, hogy pont most derült ki, hogy rendszeresen megromlik nálunk a túró rudi. Ami egyébként, tehát hogy az vannak, van ország, ahol szerintem a törvény tiltja. Vagy legalábbis nem lennék meglepődve, ha lenne ország, ahol a törvény tiltaná. Most őszintén. De nagyon-nagyon szépen köszönöm az elfogadást, család. Nagyon örülök, hogy így gondolod. Hát igen, ja, Angliában ott nincs nagyon sok túró rudi. Az nem egy olyan hely, ahol olyan szuper rengeteg túró rudi lenne. Bizonyos vallásokban. Mármint streamer. Na, most már nem lehet visszakozni, ez nem így működik. Én vagyok a legjobb, vagy nem én vagyok a legjobb? Azt mondtad, én vagyok a legjobb. Teljesen oké. Innentől nem kell mindenféle melléktételeket hozzárakni. No. Azok csak összezavarják az embereket. Ez egy lapát. Anglia nem is jó hely. Jó, de hát ők amúgyis egy sziget. Jó, azért mondjuk egy... Tehát ez... Azért vannak részei Angliának, ahol azért élnék szívesen egy ideig. Értitek? Csak így egy kicsit így... Csak így egy kicsit ellenni. Hát azok az ilyen nagyon szép tájak, ilyen kis nyugodt vidéki helyek, a
tengerparti nyugodt kis vidéki települések. Azért azok ugye el tudom nem képzelni. Londonnak is vannak részei, ahol biztos nagyon szívesen élnék egy ideig. Nem azt mondom, hogy London minden részén nagyon szívesen élnék. De hogy azért így el tudom képzelni, hogy vannak részek, ahol igen. Én, mint láthatjátok, nekem nem feltétlenül annyira központi kérdés a túró, Rudi. Tehát, hogy hazugság lenne azt állítani, hogy ilyen nagyon-nagyon központi kérdés. Sarokban meg lesz emelve a vízforrás? Hát meg kell, különben összeáll egyé, nem? Tudtam, hogy meg kell emelni a sarokban a vizet. Ó, ez egyébként backseat. Tudom, hogy megpróbáltad kérdésnek átszázni, de hogy ez egy teljesen... Ez egyértelműen egy shady trükk. Nem központi kérdés a túró, Rudi? Hát erre szavaztunk! Hát egyébként, ja, elég para. Na majd 4 év múlva. Addigra központi kérdését teszem a túró Rudit. Ó, tényleg asztalt kell emelnünk. Jaj, de igazatok van. Mindjárt egy pillanat is már emelem is. Befejezem itt ezt a negyedet. Azután valószínűleg úgyis el kell mennünk nyersanyagért. Oké, okay, ez lehet, hogy túl magas így. Ja, ez biztos, hogy túl magas így. Én egyre nem vagyok magas. Így jó. Mit csinálnak ezek a tincsek? Ha. Miért pont Párizsba? Nem lehetne, hogyha megnyered az 5-ös lottót, akkor én így... Szóval így összebeszélünk, hogy hova küldesz el? Vagy így mindenféleképpen pont Párizsba? Sehol már soha? Csak Párizs? Egye fene választhatsz. Oh, nice. És lottozzal amúgy? Milyen magas vagy kilométerbe átszámolva? 173 centi vagyok, számold el. Az egy lámás póló? Igen. Rizs. Lehetne enni valami rizs alapú dolgot is. Vagy 175? Valami ilyesmi. Valami ilyesmi magasság. 173, 175, 175 talán. Nem vagyok kimagasnó magas. Rizspálinka? Igen, egyébként pont a rizspálinkára. Pont a rizspálinkára gondoltam, amikor így csinálhatnánk valamit rizsből rizspálinkát? Igen, így ebédre főzök egy kis rizspálinkát. Jaj! Azért így megjelentettem, ahogy a rizspálinkával így, de mindegy. Így ebédre, tudjátok, így kirakom magam elé, azt így elmajszolom kanállal. Na jó, már le lehet szállni a magasságomról. Egyébként 175, azt hiszem, ami nem sokat segít a 173-hoz képest, de hogy 175, azt hiszem. Na ide figyelj, Chasil!
Nem szép dolog gorombának lenni a frissen megválasztott Supreme Leader Sirius-szal. Ugyanis, guess what? Errefele az történik, amit mondok. Nőlétemre én is 165 vagyok. 175 vagyok. Jó, és akkor... Ettől függetlenül én még pici maradok. Audible oldalán ott szerintem csak hallgatni lehet. Viszont ha valahol veszed, ami... Valamelyik felületen, most nem fog eszembe jutni, nem az eBay, az Amazonon talán, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos, akkor lehet, hogy megkapod mellé e-bookban is. Csak ott ugye nem tudod kreditér venni. De hogy én konkrétan az Audible-ön csak, viszont volt már olyan könyv, amit utána beszereztem írásos, tehát nyomtatott formában. Amazonon van, ja. Papi sem magas, ja, papi sem magas. Csináljuk úgy, mint az előzőt csináltuk. Azt valahogy úgy építettük, hogy a középsőt kihagytuk. Azt itt meg lehet vajon csinálni? És akkor így be lehetett szaladni, igazából az volt a lényege. Mondjuk ez egy nagyobb dizájn, mint az volt. Szóval itt lehet, hogy itt nem. Úgy. Jó, hát tételezzük fel, hogy ez így jó. Azt nézzük meg. Nem, az valahogy teljesen máshogy volt. Ebből még lesznek gondok. Nem, az ott valahogy teljesen máshogy volt. Szerintem az úgy volt, hogy csak a sarokban volt víz. Ja, szerintem ez most itt nem lesz jó. Mert ugye nagyobb az egész. Ó, már megint szavazás! De már! Milyen szavazást tolsz már megint? Ó, remek! Hát ebbe Szeti beleraktad a melót. Holy guacamole. Hát ebbe beleraktad a melót. Egy szavunk sem lehet. Ebbe te belepakoltad a melót. Hát az a helyzet, hogy ebbe annyi munka került, hogy shutdownolni sincs kedvem. Kezdenek elfogyni a szép köveink. Hát mondjuk akkor, ha mondjuk beraknék újabb adagot sülni, az lehet, hogy sokat segítene. Jó, az így jó. Mennyivel fognak változni a megtekintések szeptemberben itt streamen? Hogy hányan vannak itt? Ó, azért valószínűleg jelentősen. Tehát azért szerintem lesz változás. Főleg is szeptember elején szokott egyébként lenni, mert akkor emberek még úgy érzik, hogy ők így majd fognak tanulni. Nyilván aki dolgozik, azok közül nem, de hogy így szeptember elején még elég nagy a lelkesedés. Aztán egy ilyen hónap másfél alatt egyébként el szokott halni, ami nem jó, tanuljatok srácok. De hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy a szeptember elején így tökre beesik, és aztán így szépen elkezd visszamászni. Még ez ilyen YouTube-os tapasztalat, Twitch-en nem vagyok benne biztos. Hát saját tapasztalatnak saját tapasztalat, csak nem az, nem én, tehát nem úgy saját tapasztalat, hogy én csináltam, hanem úgy saját tapasztalat, hogy hát én tapasztaltam meg. Mert érted, mire gondolok.
De elsősorban a YouTube-on volt ez így jellegzetesebb. És ha lesz, hát, hogyha meg lesz izé, megint valami kijárási korlátozás, meg otthonról tanulás, meg otthonról dolgozás, meg ilyenek, hát azt meg nyilván megint nagyon-nagyon nehéz megtippelni, hogy abból mi lesz. Szóval az nyilván ez egy ilyen másik kérdés. Az tavaly év végén mondhatnánk azt is, hogy a malmomra hajtotta a vizet. Valószínűleg ez lenne most is. De ettől függetlenül remélem nem lesz. Ebből még lesznek gondok, ezt mondtam már? Azt hiszem mondtam már. Szerintem a víz miatt ide nem spawnolnak mobok. De ebben nem vagyok biztos. De tök mindegy, spanolhatnak mobok csak. Ó, nem, mert a megsemmisítő az nem öli meg őket. Jaj, elnézést. Jaj, szerintem se kell. Szerintem se kell. Sokaknak azért ez nagyon-nagyon rosszul jött ki. Meg nyilvánvalóan ez egy betegség. Tehát, hogy alapvetően az a legjobb, hogyha ha nincs. Mármint ez ilyen általános jellemzője szerintem a betegségeknek, hogy az a legegyszerűbb, ha nincs. Uh-oh. Oké, ez baj. Mennyire kell megemelni a vizet, hogy ne álljon össze? Sem az online, sem a hibrid nem jött szóba. Ja, nyilván, remek, remek döntés. Nem lehet egyszerű ilyenkor politikai vezetőnek lenni egyébként. What? Egy blokk megemelés, és a megemelt mellé nem raksz forrást. Oh, righty. Oké. Okay. Én nem tudom, hogy nálunk egyébként így mi a helyzet, meg mik a tervek, meg így... Nem tudom. Azt, amit hallottam, hogy az iskolában majd így miket kell betartani, az nyilván teljes nonsens. Ezt nyilván nem fogják betartani, vagy nem lehet betartani a gyakorlatban szerintem. Nem is tudom, hogy álmodozhatunk róla, hogy az majd ugye be lesz tartva. Valami még mindig nem jó. Többet kéne kihagyni? Kettő sorban van pluszba. Ó, hogy itt már keletkezett egy extra sor forrás. Ja, hát akkor azt nyilván nem tudtam volna javítani sehogy. Mindegy, szóval izgalmas lesz. Reméljük nem lesz nagyon vészes. Bár egyébként nyilván az emberek elfáradtak abba az egész védekezés dologba, szóval nem nagyon látom magam előtt, hogy ne lenne vészes. Tehát, hogy nem igazán látok magam előtt egy olyan racionális végkifejletet, ahogy ez nem vészes. Ó, tényleg elmoshatta lent a redstone-t.
Remélem nem tette. Már pedig nem! Lucky, lucky! Húgom suliban hibrid tanítás lesz, az én sulimban pedig minden szünetben a diákoknak kéne fertőtlenítőjük a termet. És egy suli addig maradhat nyitva, ameddig nincs az iskolába fertőzött. Ja, azt el tudom képzelni, hogy mennyire pontosan fogják azt monitorozni majd. I mean, really. Szkeptikus vagyok. Nyilván ezek akkor mérnének, ha nem csalnának vele. De hogy nyilván érdekük, na mindegy. Ez már az összeesküvés elméletek világa, de hogy... Illetve az is kérdés, hogy ez most ez a diákok fertőtlenítenek dolog. Nem is csak feltétlenül azért, mert egy, a diákok nem azért vannak ott. Tehát, hogy megvannak emberek, akiknek ez a munkája. Ez nem azt jelenti, hogy a diákok nem tudják megcsinálni egyszer-egyszer. Mert tényleg nem ezt jelenti, szerintem legalábbis. De hogy az viszonylag biztos, hogy, hogy a továbbiakban sem a diákok munkája. Tehát, hogyha ez most nyilván védekezés, meg mit tudom én, persze értem. De hogy ez a része is kérdéses, mindegy. A másik inkább az, hogy nincs az az Isten, hogy a diákok megfelelően alaposan csinálják. Tehát egyszerűen nincs az az Isten, hogy a diákok megfelelően alaposan csinálják. Nem tudom elképzelni, hogy megfelelően komolyan vegyen ilyet egy csoport diák. Mi diákkorunkban tudti, hogy nem vettük volna megfelelően komolyan. Illetve hozzá tartozik az is, hogy az a szünet, abban bizony az van valamire. Ez a legnagyobb butaság, amit így lehet csinálni, vagy ki lehet találni. Szerintem legalábbis. Mondom, egyszerűen nem a diákok munkája. Tehát, hogy... Nyilván gondolom nagyon kényelmes, hogy ott vannak a diákok, de a diákok nem ezért vannak ott. Tehát a diákok abszolút nem ezért vannak ott. Illetve nekem egyébként bevallom őszintén kérdéses, hogy jogilag kötelezhetnek-e valakit bejárásra egy világjárvány idején. Nyilván igen, tehát nyilván erre az a válasz, hogy igen, kötelezhetnek. De hogy engem akkor is, nekem ez kérdéses. Jó, ez jó lenne. Ott a kövek. Hát igazából nem kell ennek jobban kilógnia. Azt mondja, megnézzük, hogy mennyire akarnak az Iron Golemek kiugrálni. Ja, az a földblokk egyébként. Tomi, egyen még szerintem rakhatod közelebb a vizet, mert így kialakult állópont. És meg is tette. Mert mint úgy érted, hogy mondjuk oda. Meg. Oda, meg oda, meg oda. Aha, és így nem is alakul ki állópont. És úgy meg kialakult állópont. Ó, a vizek varázslata a Minecraftban. Meddig tart a stream? Három és fél három közöttig legkésőbb. Vajon meg lehetne csinálni egy körpályát? Oké, ez itt elméletileg akkor jó. Ez itt jó.
És most kéne kiirtanunk azokat a fákat ott, bár nem feltétlenül ez a legfontosabb dolog. Igazából át is térhetünk arra, hogy megépítjük az első spawnerjeinket. Szóval valahogy mondjuk úgy, hogy hát ne essen a szélére. Tehát mondjuk a fölé, a blokk fölé. Ha most ide rakok egy blokkot ideiglenesen, akkor vajon sírva fakad-e tőle a szerkezet? Mondjuk e fölött, a blokk fölött kéne lennie sokkal. Oké, szóval 3, és akkor mondjuk még innen rámérünk 16-ot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ez nem volt egy jó ötlet, ugye? Nem, ez annyira nem volt. Oké, cool. És akkor mondjuk itt lehetne a spawner platformnak a széle. Azt hiszem egy 5x5-ös ezt körülbelül kimaxolja. Nem a spawner platformmal kéne kezdenünk, amúgy. Mert az alá fog kerülni maga a farm. Azt hiszem az 5x5-ös elég. És akkor ennek valahova ide a szélére rakjuk majd szerintem, és akkor nem zavarnak be egymásnak. Valahol, mintha láttam volna egy videóban, hogy egy 5x5-ös már lefedi a nagy részét a spawn területnek. Szóval, hogy a lehetséges spawnok nagy részét elkapja. Azt is lehetne csinálni egyébként, hogy nem mindegyik befele jön, hanem igazából mindegyiknek van egy külön oldala. Tehát úgy értem, hogy ez a spawn, ez erre áll, ott arra áll, ott arra áll, és ott arra áll. És akkor ilyen középpontosan szimmetrikus. Gyakorlatilag a rendszer. Talán az lenne egyébként a legjobb megoldás. És akkor az kéne, hogy itt is majd lesz vízünk. Az folyik abba az irányba, azt nyilván meg kell állítanunk valamivel, mert felesleges az egészet végig folyatni. Még mindig gólemekre van. Oké, akkor ezt innen kibontjuk. Tételezzük fel, csináljuk így, és aztán majd meglátjuk, max nem jó. Oké. Lehetne egy kicsit nagyobb. Főleg egyébként, hogyha nem így, akkor mondjuk feltolhatjuk akár ilyen 8-ra is. Ha nem úgy fordítjuk, ahogy fordítjuk. Ugye azt akarjuk, hogy minden lehetséges spanoló gólem és létező falusi között mindig legyen 16 blokk. Kivétel a sajátja. Tehát, hogy ez a platform, ez a spawner platform, ez ne befolyásolja azt a spawner platformot, az ne befolyásolja azt. Akkor mondjuk, mit tudom én, innen kell odáig lennie 16 blokknak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nincsen. A sréhen leterelés az nem annyira jó ötlet. Ott a falusiak lehetnek kívül. Lehet, hogy elég lesz az a platform egyébként, mert a falusiakat a külső felére tesszük. Akkor ők még pont benne vannak. Oké, megnézzük. Befolyásolás az mit jelent? Hogyha lát egy falusi iron golemet, akkor a következő adott ideig nem spannol iron golemet. Ennyi. Tehát, hogyha elzuhan mellette, találkozik vele, akkor az mind-mind-mind bezavarhat a saját spawnolási ütemébe, és emiatt ritkábban spawnol. És Viktor elkezdte ezeket a számokat nézni. Ezeket nem kellett volna elkezdenem nézni, azt kell, hogy mondjam.
Oké, létra. 53 létra. Kerítésre is szükségünk van. Méghozzá elég sokra. Mindegy, ma csak egy egységet fogunk megépíteni, akármi is történik, csak hogy a későbbiekben majd akár bővíthetjük is. Oké, az szerintem elegendő lesz egyenlőre. Nem akarom ráhúzni a Monster Farmot. Egyébként rá lehetne szerintem. Nem tudom, a mob cap az bezavarná egymást. Hát fölé meg lehet. A mob cap miatt nem vagyok benne biztos, nem ezt akartam craftolni. Viktor, nem vagy nagyon okos. Próbáljuk meg így. Ó, az ajtóktól már nagyon régen eltávolodtunk. Ja. Az ajtóktól nagyon-nagyon régen eltávolodtunk. Az bizony nagyon-nagyon régen... régen nincs már. Még az 1.15 volt talán. Hát majd meglátjuk, srácok, hogy mennyire lesz jó. Most azon gondolkozom, kell-e nagyobb spawn platform egyébként? Lehet, hogy igen. Közben lehet, hogy nem, nyilván. Földet akartam hozni. Nincsen még bambuszunk. Nagyon jó lenne, ha lenne bambuszunk. Nagyon-nagyon jó lenne, az a cucc, ez nagyon-nagyon jó. De nincs még bambuszunk, sajnos. Nem is láttunk szerintem dzsungelt se. Én szerintem nagyon örülnék, ha lenne bambuszunk, de... mindegy. Majd lesz valamikor, és akkor majd csinálunk abból. De most állsz? Igen. Így van. Semmi se kerülje el a figyelmed. Mondjuk. Oké. Nem vagyok 100%-ig biztos abban, amit csinálok, de jó lesz. Az ott jobb, ha nincs, mert abba beakadhat. Na. Hát de nem oda kellett volna. Nincsen. Ó! Oh. Megöljük őket? Vannak Iron Golemek? Srácok, csinálhatnánk egy raid farmot. Mentsük egy kör raid farmolást. Please no! De, jó buli lesz! Vannak Iron Go- vannak. Oké, nagyon jó. Fiúk! Várjatok! Ja, már úgyis régen haltunk meg. Mondjuk kaja lehetne nálam egyébként. De nem félek, hogy addig elszaladnak. Fiúk! Itt kell lenniük valahol, ugye? Nem mozoghatnak olyan gyorsan. Legolász tünde szemed mit lát? Nem diszpónolhattak.
diszponolhattak, ugye? Szia, Weevee! Nem fel, hogy fogunk meghalni. Főleg, hogy diszponoltak. Jó, azért mondjuk... Nem már... Hetek óta ez az első adag ember, aki, izé, pillager, akit látok. Szerintetek diszponoltak? Vagy csak elmentek valahova, és valami nem... Nem szoktak ezek ilyen gyorsan diszponolni. Ó, oh, van itt egy mocsár. Ó, oh, ne már! Olyan lelkes lettem hirtelen! Jep! Ezek eltűntek. Nem a falu felé tartottak. Árulás. Szomorú vagyok. Mindegy, gondolom valamikor jönnek majd megint. Vagy ami másik, ami elképzelhető, hogy megláttak és elmentek oda. Arra a környékre. Szerintetek csinálnának ilyet? Na, csak nem. Vagy beesett mindebbe a lyukba. Nem, sajnos nem esett be senki a lyukba. Tökre elszomorodtam. Felmesszünk megint körbenézni. Max nem. Ott voltak lent, ugye? Ja, ott mászkáltak lent. Szóval lovak. Hát, szerintem ezek eltűntek egyébként azzal a lendülettel. Pedig ott bőven van elegendő Iron Golem ahhoz, hogy bedarálja őket a retekbe. Ó, mennyire vicces lett volna. Oké, szóval farm. Ott tartottunk, hogy építjük tovább a farmot. El kell mennünk kajáért amúgy. El kell mennünk kajáért, mert ez közben elfogyott. Valószínűleg a teheneknél kéne lenni valamennyinek. Nem gondolnám, hogy most lenne nagyon-nagyon sok kajánk. Tudunk csinálni, hogyha akarunk. Tehát nyilván le tudunk vágni állatokat, csirkéket elsősorban. De hogy... az lenne a legjobb, ha a tehén farmon lenne. Hogy starkovozok-e a délutáni D&D előtt? Egyébként lehet. Sajnos az elképzelhető, hogy ott lesz némi tarkovozás. Jaj, ügyesebbnek kéne lenni abban a játékban, na mindegy. Halló? Ja, igen, hát ott van egy pár gólem. Igen, ott van egy pár gólem, az egyszer biztos. Nem kellett volna ráraknom még egyszer. Ja, hát ez nem túl sok hús. Ez nem túl sok hús. Mindegy, egyelőre elég lesz. Szia Vivi ismét! Majdnem találtunk egy halom pillager, de elmenekültek, mert félnek tőlünk.
Jó, lehet, hogy nem tőlünk félnek, hanem a barátainktól, de ez most nem annyira számít. Hivatalosan nem is kéne tudniuk, hogy ezek léteznek. És akkor lett volna totemünk. Uff, az mennyire állat. Egy jó totem of undying. Oké, ennél egy kicsit több húsra lesz szükségünk. Meg általánosságban több kajára. Vagy kevesebb mozgásra. Az is egy megoldás. Oké, kezdjük el megépíteni ezt a cuccot, na. Vagy kevesebbszer kéne leugrálnom helyekről. Valószínűleg az is segítene. Újvi, nem állít nagyon valósat. Volt egy kör, ahol lelőttem valakit, de nem állítam úgy nagyon valósat. Én aztán nem cipeltem senki segét sehova. Oké, okay, és akkor most az kéne, hogy egy picit lentebb kezdünk építkezni. Ez nem egy nagyon okos lépés volt ebbe az irányba elkezdeni, ugye? Mert nem azt mondom, hogy nem ijedt, hogy megijedtem, de hogy... Oké. Okay. Jó, az egy picit lent van. Mennyire kéne magasan építenünk ezt vajon? Ez túl alacsony, ugye? Ide kéne beférni a falusiaknak, illetve a falusiak alatt dolgoknak. Ja, ez túl alacsony. Kezdjük egy blokkal lejjebb. Okay. Hova kerüljenek a falusiak? Hova, mert hogy hova álljanak konkrétan ijedezni? Ugye ez egy 5x5-ös dizájn. Ha abba az irányba, és abba az irányba is lesz egy farm, akkor az a legjobb, ha abba az irányba állnak ezen az oldalon. Gondolom, nem tudom. Tételezzük fel. Ennél egy egyszerűbb dizájnt akartam építeni egyébként eredetileg, ezt csendesen hozzátenném. Oké. Okay. Arra ideiglenes blokk. Arra fix blokk. I have you covered. Újvi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ajándékoztál egy szabott dekunak. Nagyon-nagyon király vagy. Oké. Okay. Ez eddig ugye nyilvánvalóan tiszta sor. Minden más alkatrészt lent hagytam. És még esik is. Nyilvánvalóan még esik is. Fú, itt aludni éjszaka esőben, úgyhogy közben végig pisilned kell, azért az is. Ó, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, úgy, hogy ajándékoztál Tominak is egy szabolt. Hát nagyon király vagy, köszönöm szépen. Hé, hey, Sneaky, gyere ide. Hát ez nem így működik, hogy csak így állunk valahol, azt úgy csinálunk, mintha ott lenne a helyünk. Nagyon jó. Az, hogy mondjuk a sercegésem mögülem hang hallatszódik mindig, az nem annyira, de... Oké, ez nem kell, ez nem kell, ez kell, ez kell, ez kell. Ezt nyilván nem kell, de ezt nem is itt tartjuk. Ez, ez ide, ez ide, ez ide, ez még maradhat nálam. Ez nem kell. Ezek alkatrészek, de egyelőre nem kellenek. Az kell. Jó. Most akkor ezeket fel tudjuk rakni. Oké, okay, a következő szekció építésénél valószínűleg már több tapasztalatunk lesz azzal kapcsolatban, hogy mit csinálunk egyáltalán. Oké, okay, akkor szerintem kell, tételezzük fel, hogy ide is egy ideiglenes blokk. És merre kell állni vajon a fejének? Függ az, hogy merre áll a fejét, hogy ne, merre kell föl?
Vajon? Egy ágy? Egy ágy? Reméljük nem. Reméljük igen. Egy ágy. Jó lesz. Maradhat. Oké, a half slabek. Egy, kettő, három. Oké. Lehet, hogy ez még nem kell. Nem, az még ott nem kell szerintem. Oké, az, hogy ide hogy hozunk fel falusiakat, az egy izgalmas kérdés lesz. A trapdoor. Egy trapdoor talán oda. Egy trapdoor talán ide. Ide? Get in there. I'll keep you patched up. Ide? Ó, oh, nagyon szépen köszönöm a cheert, Újvi! Hallottunk egy eszméletlen király promózást? Ó, oh, igen, srácok! Abban az esetben, ha most jártak itt először. Először is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Másodszor pedig. Ha még nem tettétek volna, akkor mindenféleképpen érdemes lehet feliratkozni erre a csatornára. Illetve először is nyomni egy follow-ot, hogy ne maradjatok le soha az adásokról. Ezen kívül van egy második csatornánk is. Van egy első csatornánk is, ahol nincs tartalom. És van egy második csatornánk is. Egyébként van most egy LEGO videó. Van egy második csatornánk, ahol... ahol pedig mindenféle izgalmas dolgokat találhattok. A streamek kerülnek át egyébként a másik csatornára, szóval ha nem maradtatok, akkor tudjátok pótolni, csak elfelejtettem, hogy hogy miről beszélek éppen. Oké, szóval, ha ott áll az ember, akkor a feje az hol lesz? I have you covered. Mr. 95-nek nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Nem, annak ott magasabban kell lennie. Lehet, hogy itt mindennek magasabban kéne lennie. Lehet, hogy ennek is magasabban kéne lennie. De nem, mert akkor... Vártok? No. Lehet, hogy itt felül kéne lennie. Ha valószínűleg felül kéne lennie. Az ott logikusabban néz ki nekem. Igen, ez logikusabban néz ki nekem. Azt nem szerinti feltétlenül, hogy jobban működik, de hogy logikusabban néz ki. Oké. Okay. Aha, aha, és akkor pont itt lesz a szemük valahol. Fantasztikus. Akkor ez nem kell, ez kell. Ez megy oda. Az biztos, hogy kell egy apjú. Ah, wow. Szóval az biztos, hogy kell egy apjú ide, oda, meg oda. Oké. Okay. Ide kéne kerülnie a... Nem, ez rossz helyen van. Szóval oda kéne kerülnie a falusiaknak majd, ha minden jól megy. Well, ez sajnos egy... fontos dolog lett volna, de végül is mindegy. És ide kell kerülni az üsnek, amit nyilván nem hoztam, mert egy idióta vagyok. Oké, szedjük le azokat a dolgokat, amik nem kellenek. És próbáljunk meg közben nem meghalni. Az sem lenne utolsó. Oké. Hát, majd meglátjuk, srácok, hogy biztos, hogy működik-e minden. Én bizakodó vagyok. Iron Golemet valószínűleg fog spawnolni, nyilván a kérdés az, hogy mennyit. Nem tudom, hogy melyik irányba kéne nézni az ágyaknak, nem tudom, hogy befolyásolja-e a dolgokat. Ha befolyásolja, akkor nagyon egyszerűen megfordítjuk. Szóval most ilyen tapasztalati úton fogjuk összerakni a dolgokat. Well, az ott baj.
Mert a spawn platformnak egyel beljebb kéne kerülnie. Ja, az ott baj. Oké, semmi baj. Mert hogy megoldjuk, úgy értve semmi baj. Szükségünk van egy üstre, amit valahogy biztos lehet craftolni. Nagyon jó. Meg egy kis földre. Max nem fog működni. Az lehet a legrosszabb, ami történik. Oké, szóval üst. És ide kéne kerülnie a zombinak. Abba az üstbe. Annak a távolságnak, annak viszont jónak kell lennie, hogy kijöjjenek a szögek. Szóval csinálhatjuk azt, hogy ide teszünk még egy... réteg követ, és kiebb rakjuk a kapukat. Szerintem kiebb rakjuk a kapukat, ja. Hát, ja, meglátjuk majd. Nem vagyok 100%-ig meggyőződve arra, hogy nem fognak ezek egymásnak áthatni. De hogyha átfognak, akkor csináljuk annyit, hogy csak simán a kerítés, tehát simán az átlókba rakunk egy-egy platformot. Mondom, az teljesen biztos, hogy spawnolni fognak, ha nem bagolnak ki a falusiak. Az a kérdés, hogy ők mennyire tudnak kibagolni. Elméletileg nem kéne nekik tudniuk nagyon. Mondta Viktor nagyon meggyőzően. De hogy, szóval elméletileg nem kéne tudniuk nekik nagyon kibagolni. Oda hogy rakok zombit? Hát az egy izgi rész lesz, igen. Miért is falusiakat? Meg kell csinálni nekik az utat. Vagy egy vízes emelőliftet. Ilyenekkel szoktuk csinálni egyébként. Majd eldöntjük, hogy melyik a praktikusabb, meg melyik a kézenfekvőbb. Oké. Ott biztos, hogy szét kell vernünk valamennyit, a már kész. Ezért nem a platformot csináljuk először, csak ugye most a platform elhelyezéséhez képest próbálom helyezni az összes többit. Mind a kettő problémás egyébként. Mind a zombi, mind a falusi elhelyezése problémás lesz, úgyhogy... Kezdjük a falusiakkal, mert akkor meg tudjuk nézni egy, hogy alszanak-e rendesen. Kettők egyszerűbbek. Oké. Mellette lévő helység, mert itt említek, nincs mellette helység. Szóval ez egy viszonylag fontos része a trükknek. Ide vasúttal kéne őket felhozni. Szerintem az lenne a legegyszerűbb, ha vasúttal hoznánk őket fel. Elhozhatjuk őket valameddig hajóval, mert az a rendszer már kész van. Mondjuk ide, mire vasúttal felhozzuk őket. Jó, de mondjuk mire hajóval felhozzuk őket, az is para. De használtunk vizes izét is. Elteg nyersanyagunk van hozzá, bőven elegendő. Használjunk egy vizes emelő liftet. És akkor... értitek? És akkor megpróbálunk... pont oda felérni. De az is macerás, azt is megépíteni. Jó, hát a feljuttatás így is macerás. Mit használnátok? Építenétek egy lépcsőt, és megpróbálnátok feljuttatni őket minecarttal? Vagy vizes liftet? A múltkor vizes liftet használtunk. Az addig ugye tiszta sor. A minecarttal egyedül az a para, hogy nagyon sok power drill kéne erre a magasságra. Igen, a víz az olcsóbb, csak a megépítése nem olcsó.
vagy hát olcsó a megépítése, csak körülményes. Inkább ezt mondom, körülményes a megépítése. Mindegy, megcsináljuk vizes liftel. A másikat nem tudom, hogy tudnánk felbusztolni. A minecartot nem tudom, hogy tudnánk felbusztolni, nincs annyi aranyunk. Viszont akkor szükségünk van egy halomtáblára. Ennél szerintem többre. Ennél talán kevesebbre. Mi az, ami teljesen felesleges, hogy nálunk van? A flint az biztos, hogy teljesen felesleges. Jó, ennyinek elégnek kell lennie. Oké, tételezzük fel, hogy ennyi elég. Vizes vödör jó lenne, ha lenne több. Legalább kettő vizes vödör. Még egy pont elfér. Aja, a minecart az egy jó megoldás lehet egyébként, csak ugye én tudom feltaszogatni. Fellököttétek is? Fel lehet löködni? Az nem indul el? Mert ha fel lehetne löködni, akkor a minecartos lenne a legjobb. Én attól félek, hogy el tud indulni visszafel a hard glitch-el rajtad. De most nem kell hínár. Van hínárunk, de nem kell most ide hínár. Az helyzet, egy kicsit szeretném kipróbálni, hogy fel tudom elöködni. És nem szeretnék vízzel vesződni. Milyen magasan is van az? Fene se tudja, ugye? Valamiért nem tudom, borsúzik a hátam most attól a gondolattól, hogy odaépítsek egy fullon vizes liftet. És utána eltakarítsam a vizes liftet. De hogy igazából lehet, hogy az én butaságom. És nem tudom megmondani egyértelmű, hogy miért zavar a gondolat. Ja, hogy lélekhomokos vizes lift. Az a helyzet, hogy ez nem az a gondolat, mert nem zavar annyira. Miért nem gondoltam a lélekhomokos? Nexusnak nagyon szépen köszönöm a raidet, nagyon király vagy. Miért nem gondoltam a lélekhomokos izére, liftre? Miért gondoltam a táblásra? Ők se fulladnak meg a lélekhomokoson, ugye? Nem, ők se fulladnak meg. Oké, hát akkor szolszendes liftet építünk, srácok. Lol. Viktornak egy pillanatra megállt az agya, de végül is ez a legkevesebb. Mondhatnám azt is, hogy a legjobbakkal is előfordul. Hínárunk az van, szóval azt... Azt a részét meg tudjuk oldani. És akkor nem kell vesződnünk szinte semennyit. És akkor viszonylag könnyen lesz takarítható is. Mert mint úgy értem, hogy el. Oké. Szuper. Jó, ez így jó. Az oda nem kell. Ami azt jelenti, hogy ez se kell, de mindegy. Igen, az egy levegő vízre gondoltam valamiért, de hogy ez tök butaság. Mert részemről, nyilván. Okay.
Soul Sand. Szerintem van Soul Sandünk. Van extra Soul Sandünk. Az már elavult technológia, de ez már tök régen elavult technológia. Valamiért úgy emlékeztem, úgy csináltuk utoljára, de szerintem lehet, hogy nem. Szép munka volt, Viktor. Van Soul Sandünk. Nagyon jó. De ez még egyelőre nem jó, mert kell hínár. Ez nem hínár. De kell hínár. Oké, van hínárunk. Ez ennél nem magasabb. Nem úgy csináltam. Na, valamiért úgy emlékeztem, hogy úgy csináltam. Hogy van? Bone meal-lel kell ütögetni a szárát, és attól nő, azt hiszem. I have you covered. Nice Chief Esvasznak nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot, nagyon-nagyon király vagy. Még mindig csak Night Shift. Sorry, ha elsőre eltelted. No. No, not really no. 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 No, 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 no. Nem találtam el. Szóval Night Shiftnek nagyon-nagyon szépen köszönöm. Oké, bone mealünk van rengeteg. Bone mealünk van arányaiban sok inkább. Az üvegnek sem kell már nálunk legyen. Ja, megépíthetem én a hínárt végig, persze. És itt még azt hiszem meg se fulladnánk. Talán. Ezen a magasságon talán nem fulladnánk meg. Oké. Viszont szerintem ez az egyik legegyszerűbb módszer ennek. Amióta tudjuk, hogy így van. Előtte nyilván nem tudtuk, hogy így van. Oké, és akkor mi itt a külsején fogunk felmászni. Bemehetnénk belül is, de majd a falusiaknál így is, úgy is kell. Meg ugye a tetejét át is akarjuk majd építeni. Aha, király. Át akarjuk majd építeni. Kell egy horgászbot is, mert horgászbottal fogjuk finom terelni még őket. Ez kijöhet. És mehet az aljára a Soul Sand. Oké. Működni látszik a szerkezet, jöhetnek az első falusiak. És aztán majd reménykedünk benne, hogy minden okés. Mennyi földem van még? Van még földem. Nagyon jó. Miért kell hínár? Mert te vízblokkok kellenek. Tehát mindegyik vízblokknak forrásnak kell lennie, nem lehet a folyóvíz alatti folyóvíz. Tehát, hogy mindegyiknek forrásnak kell lennie, és ahhoz, hogy és a hínár az forrássá teszi maga körül a vizet. Tehát, hogyha a hínárt raksz egy olyan vízbe, ami egyébként folyó, akkor az ilyen forrás víz lesz. És akkor ezzel teszik az egészet, és így megy végig fel a buborék effekt. Így van, így van. Legegyszerűbb, leggyorsabb módja annak. Egyébként rakhatnánk végig is a vizet, de hogy ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy... Folytatjuk egyébként a hajós rendszert. Csinálunk szintén egy ideiglenes falat, nem túl nagyot, de a hajóval be kell, hogy férjünk. Ja, hát ez nem a legesztétikusabb, de ideiglenes, úgyhogy majd érted, majd csinálunk vele valamit. Jó, ez így egész jó. Az kifele folyik, ugye? Igen, kifele folyik.
Néha építek a levegőbe szép csinos földcsíkokat, de majd leszedjük. Ha eljön majd az ideje. Nem az igazi, de alapvetően jó lesz. Tudunk már belőle dolgozni. Ennek nem kell tökéletesnek lennie, mert ez nem működik folyamatosan. Hanem csak behozunk három falusit, ezt valószínűleg már pakoljuk is arrébb a dolgot. Egyszer kettő elég a hajónak. Igazából szerintem igen. Ja, szerintem elégnek kéne lennie a hajónak kétszer kettőnek. Ne, nagyon kevés időnk van már csak ma. Tökéletes. Oké. Jó, a tökéletes... Oké. A tökéletes relatív. Horgászbot, és utána hajó, és utána megyünk, és elkezdjük áthozni a falusiakat. Egy-kettő. Egy-kettő. Három, az égnek botból három kell. Három, de ez már nem. Vagy ez egyenlőre nem. Mindegy. Kelleni fog még úgy, hogy tartom magamnál. Jaj. Nem, nem volt ilyen érzésem még. Oké, ez meg lenne. Valahol van egy hajónk. Ez meg lenne. És igazából viszek magammal a kelpet mégis. Jó, és hozhatjuk a falusiakat. Miért nincs barátja? Meghalt, mielőtt megmentettük volna őt. A gazdája is meghalt sajnos. Bár ahhoz volt közünk. A másik láma halálához nem volt közünk. Amúgy sziasztem! Van olyan ember, akinek van ilyen érzése? Nem tudom, nekem nincs, ez biztos. El tudunk most hozni a falu... onnan három falusit? El. Szerintem el tudunk hozni három falusit. Bundhelyi baleset történt, igen. De mi nem építettünk korlátot. Egyre szomorú volt ez, egyre szomorú ez a sztori Károlyt kérdezni. Dehogy is. Hogy arrébb lögdösi őket? Gyere vissza! Ah, ne már! Miért pont most döntöttél a munka mellett? Nincs is munkád! Oké, mindegy. Keresünk egy kiszolgáltatottabb falusit. Tedd már le, hát még tökre messze volt. Köszönöm. Ez talán az egyik legviccesebb dolog, amit olyan láthat, aki nem ismeri a Minecraftot. De ez egy teljesen valid technika, higgyétek el nekem. Ez egy teljesen valid technika. Nem is lehetne ez... Hol a kapcsoló? Nem is lehetne ez validabb. A legkiszámíthatóbb módszer arra, hogy hogyan szállítsunk falusiakat. A legkiszámíthatóbb. Következetesen, szia Splashun, következetesen jól működik. Na és ez mióta működik így? Szerintem elég régóta egyébként.
Úristen, mi történt? Új vitesz, még nem láttad? Nem láttad, hogy a legjobb szállítási módszer a falusiak közlekedésének megoldására az a hajó? Egyébként nem, a vonat jobb lenne, tehát a minecart jobb lenne, de hogy sajnos az még nem adatott meg nekünk. Egyébként vasunk lenne hozzá elég, csak most aranyunk nincs még. A zsiliprendszerben pici a hely. Ott így könnyen beakadunk. Itt meg ugye tudom, hogy újra visszatér a körpályára. Illetve a hajók macerás csapkodni az ajtókat, hogy kimenj a hajóval. Én nekem ez egyszerűbbnek tűnik. Hát na ez a filléres sufni megoldás. Ez a filléres sufni megoldás, igen. Valamit valahol elrontottak a játékfejlesztői, és nem feltétlenül sikerült jól összeegyeztetni azt, hogy pontosan hol mehet a hajó és hol nem mehet a hajó. Szintet ugrani nem tud magától egyébként. Fű, ez egy izgi kanyar lesz. Nem csak vízben kellene, hogy működjön? De... De... Alapvetően... De csak ott kéne, hogy működjön. De ez Minecraft. Itt nem minden úgy működik, ahogy gondoljuk, hogy működnie kéne. Az ellenállás hasztalan. Ne! I ain't no smart. Oké, az ellenállás most egy ideig nem annyira hasztalan. Ennek most működnie kéne, nem? Menjél befelé? Működik. Fantasztikus. Déjà vu. Jaj. Nice. Jaj, azt kell mondjam, hogy ez bizony tökéletes. Nálunk van a csónak. Nálunk. Mehetünk is vissza. Na, szóval, így kell, srácok, a helyére rakni egy falusit. That is the solution. Az egyetlen... Ó, oh, jókor röccent meg a videójáték. Az egyetlen, ami valóban... Értitek? Valóban jól működik. Működik, gyors, jó, gyorsabb lehetne egyébként. Tehát nyilván azért gyorsabb lehetne. Ja, azért lehetne gyorsabb. A-a. Az egyetlen farmerünk nem jöhet ki. Oké, elfáradtam a nagy munkában. Egyszerűen kezdünk,
Kezdünk olyan szintre fejlődni ebben a videójátékban, srácok, hogy... Uh-oh. Gond van a szintünkkel? Oké. Okay. Már! Éppen most büszkélkedtem azzal, hogy milyen szintre fejlődtünk. Ne most menj tönkre, hát! Az Iron Golemek csinálják egyébként. Menj el innen! Melyik az? Köszönöm. Hát nem igaz. Tehát arrébb ment az Iron Golem és megoldódott. Hát nyilván az Iron Golemek csinálják. Ki más csinálná? Öld meg. Aha! Aha! No. No, no. No. Lehet, hogy útközben meg kéne állni aludni. Szerintetek éjszakára benthagyhatjuk őket a... benthagyhatjuk a hajóban? Behagyhatjuk igazából. Itt csinálták a rabszolgakereskedők is. A gyanútlan áldozatot elcsalták, majd hajóra tették és elvitték dolgozni. Tehát még csak nem is kell dolgoznia. Aludnia kell rendszeresen és néha meg kell ijednie. Ezt nem hívnám munkának. Bár közben egyébként... Kötényes szamuráj zombi. Oké, nagyon riszki. Ételitalt kap? Miért te igen? A munkahelyeden? Hol a kardom? Nem akarom, hogy oda spawnoljanak a falusi mellé. Mert ugye ők fontre tudnak spawnolni. És nem szeretném, hogy ez megtörténjen. Főleg, hogyha én ugye nem vagyok ott. Tehát az én jelenlétem miatt nem spawnoltak. Akkor javítom. Elvitték őket, hogy félelemben éljék életük további részét. De ebben az a helyzet, hogy igazad van. Amúgy. Szóval ezzel már sokkal nehezebb vitatkozni. Mert lényegében félelemben élik életük hátrajövő részét. Zombit be lehet rakni hajóba? Yes, de harapni fog. Oh. Igen, a falusi beleegyezett. Azzal, hogy... Opa, bocsánat. Vele ennek lekevertem egy gyémánt karddal egyet. Igen, ez nem volt nagyon szép dolog. Ő lehet, hogy meg is hal. Ahogy itt leesik. Vagy hát nem ott, de hogy... Nem halt meg. Minden a legnagyobb rendben van, srácok. Minden a tervek szerint alakul. Ripa jó áraknak, jó, de ő vele már nem izé. Ő vele már nem akarunk kereskedni, hát tudod, ki fogod-e fölmászni, hogy kereskedjen velük, ez senki. Ők innentől gyönyörű kilátásban élik az életüket.
Némi kilátástalanságban, de hogy érted, tehát attól függ, milyen értelemben gondolunk rá. Jogaikat ismertettem? Nope. Ezek videójáték mechanikák! Most, hogy kérdezed, valóban nem merek megütni egyébként egy gólemet. Azt hitte a második is, de nem. Azt hitte, de nem. Így nem sétál bele, nem? Ó, oh, lehet, hogy eddig túl bonyolítottam az életem. Panasztételi jog. Ó, oh, panaszt tehet? Hát egymásnak tesznek panaszt. Az alapján működik az Iron Golem Farm. Gyakorlatilag a panaszaik alapján működik az Iron Golem Farm, úgyhogy nem, hogy panaszt tehet, de panaszt te kell tennie. Gólemek nem mérgesek? Rám nem. Ők nem tudják, hogy hova viszem a barátaikat. Négy perc és három óra. Nem baj, még a zombit bepattintjuk majd. Valószínűleg hasonló rendszerrel, mint ide, csak jobban, vagy nem tudom. Valahogy máshogy, meg éjszaka. De hogy hasonló rendszerrel. Falusit át tudsz vinni portálon? Át. Át, csónakkal simán. Vagy csónak nélkül kell őket át tudsz kalni. Mindegy, át tudod vinni, az a lényeg. Ja, nem csónakáztatni fogjuk a zombit, tehát nyilván csak sétálunk. Hogy lesz ebből farm? Hát úgy lesz ebből farm, kérlek szépen, hogy a falusiak állni fognak hárman, beszélgetni fognak, néha meglátják a zombit, elmeséljük a többieknek, hogy láttak egy zombit. Amikor ez az elmesélés megtörténik, akkor a Minecraftban triggerelődik egy spawn, és akkor spawnol egy Iron Golem a körülöttük lévő egyetlen lehetséges spawn területre. Ami nyilvánvalóan gondolom mondanom se kell, hogy a fölöttük lévő kis cucc. Tudjátok, miből lehet még baj a zombi elhelyezésével? Hogy meg tudják ütni a levegőben az Iron Golemek. Oh no, erre nem gondoltam. Hogy ugye pont mellette esnek el. És szerintem meg tudják ütni. Hogy lesz ebből a vas? Leszpannol az Iron Golem. És megöljük. Csá! Szerintem át tudnak ütni kerítésen, nem? Valami rácsot? De akkor megint egy blokknyival előrébb kell húznunk a első részt. Gyere! Hoppá! Nem. De! Nem. De. Oké, okay, három falusi imposition. Következő kérdéskör. Ott kéne lenni a zombinak. Ott kéne lenni a zombinak. Ott kéne lenni a zombinak. A Istenem, mit tudunk akkor csinálni, hogy ne zavarjunk be mégse a dologgal? Hát, ki tudjuk hosszabbítani még egyel. És tudunk elé tenni egy sor blokkot. Végül is tudunk elé tenni egy sor blokkot. Azt szerintem meg tudná védeni. Hol van itt a létre? Ezen nincs létre?
Mi értelme van akkor annak a cuccnak, ha nincs rajta létre? Ez a csónak maga a fekete Volga. Az a helyzet egyébként, hogy amúgy van benne valami. Igen. Van a kettő között hasonlóság. Abszolút egyet kell, hogy értsek. Van nálam balta? Van. Oké. És akkor most ezt... Oh, ne már. Oké, jó lesz ez. Igaz, drágább, de jó lesz. Visszarakjuk a kapukat. Kinyitjuk a kapukat. És visszarakjuk a kerítést. Well, praktikailag ezt úgyse használjuk, úgyhogy ez mindegy. Jó, és kiszedjük a követ. Így mi. És akkor most jön az izgalmas rész, mert ugye valahogy fel kell varázsolnunk majd egy zombit oda. Oké, lehet, hogy akkor ez ideiglenesen nem lesz. Mennyi időnk van még? Van még egy pár percünk. A következő este folyamán fel kéne hozni a zombit, különben bajok lesznek. Oké, ehhez kell föld. A következő éjszaka folyamán szerintem fel kell hoznunk a zombit. Különben nem lesz időnk befejezni a szerkezetet. Meddig tart a stream? Hát olyan 15-20-kor már aztán nagyon, nagyon kéne menni. You know, így nagyon kéne menni. Oké. Oké. Okay. Jó. Ez így elvileg jónak kéne, hogy legyen. Ha be tudjuk vinni a vízbe, akkor onnantól be fogjuk tudni hozni a zombit. Hol van a name tag? Leraktam lent. Backup van? Nincs. Backup? Miről? A mentésre? Ja, nincs. Akkor kísértene, hogy... Érted, hogy... Oké, alszanak rendesen? Egy nem alszik. Egy miért nem alszik? Lehet, hogy bebabolt az ágya. Erről olvastam valamit. Le kell tenni újra az ágyat. Jó napot, uram! Azt hallottam, hogy nincs nyugodalma. Amit nyilván szomorúan hallok. Jöttem megjavítani az ágyát. Nagyon jó. Reméljük, ezt többet nem csinálja. Nem én csinálok 15, én e-mailezek, vagy valami ilyesmi. Asszonypajtásnak kell a légtér. Tételezzük fel, hogy ezt a nyugodalmás dolgot nem láttam. Oké, szóval, name tag. Szóval tök mindegy, mit csinálok, az olyan, hogy ne kiabáljak. Zombi. Kell egy zombi. Zombi. Oh, hello. Üdvözlöm Mr. Lordzol, erre tessék. Kérem, fáradjon utánam. Erre
kérem. Nem jó. Nagyszerű. Oké, még mindig nagyszerű. Fantasztikus. Neked kell tudnod ugrálni? Lehet, hogy neked kell tudnod ugrálni. Szóval először is. Oh. Oké. Okay. Másodszor is. Hova kell kerülni a half-slabnek vajon? Kibagolt. Neked nem kéne tudnod kibagolni. Lehet, hogy fordítva kéne lenni az ágyaknak. Ajaj. Hát ezt itt mindenképpen bezárjuk. Hát ez fantasztikus. I have you covered. Oké, ez baj. Nincs több némtegem. Ajaj. Nincs több némtegem, de tudok venni. Ha. Stunning. Oké. Elrontottam. Az, hogy ő ott van, az nem fogja könnyebbé tenni a dolgokat, srácok. Oké. És akkor... oda egy half-slabet. Aha. Jó, hát az izgi lesz. Azokat az ágyakat lehet, hogy meg kéne fordítanunk. Oké, és el kell intéznem az Iron Golemet először is. Oké, végül is mindegy. A szerkezet működését tekintve ez már jó. Az, hogy te itt vagy, az nem. De ne köpj. Bocsánat mindenkitől. Oké, gyorsan megyünk, szerzünk némteget. Az a baj, hogy nekünk erre nincs időnk. Oké, nem kell kapkodni. Csak nincs rá időnk. Ez most tétezzük fel, hogy nem kell.
Ez szinte biztos, hogy nem kell. Szerintem bónia sem kell. Viszont emerald, az kell. Oké, ez egy zombi, nagyon jó. Jó, valóban szegény az a láma, de hogy értitek. Move! Tárusz nem teget, ugye? Uh-huh. Oké. Okay. Sikerülni fog. Mennyi az idő? Necces. Gyere! Nem kell! Fűboj! Eddig tudtam üttetni magam. Jön fel a nap. Semmi baj. Egy picit talán megijedtem. No, ezt gyorsan befejezzük. Még van időnk egy éjszakára? Hány perc még éjszaka lesz újra? No, szeretném ezt még befejezni. Tíz, 12, az baj. Bye. Oké, okay, szóval. Több dolgot is rendbe kéne raknunk. Az egyik például az ágyak kérdése.
Falusieknek nem kell név, ők nem respawnolnak feltétlenül. Felvette az utolsó pillanatban nyilván. Minden a legnagyobb rendben van. Hozunk gyorsban még egy falusit. Ó, nincs izénk. Horgászbotunk. Igen, még van nagyon szűken véve 11 néhány percünk. Mi történt ott? Mióta tudnak ezek dolgokat betörni megint? Nem úgy volt, hogy már nem tudnak? Fantasztikus. Oké, horgászbot, horgászbot. 1, 2, 3. Te vagy az én párom. 1, 2. Csipkebokor vesző. Oké, van horgászbotunk. Lehet, hogy csinálunk még egyet. Előrelátóak vagyunk, csinálunk még egyet. Mert úgy törnek, mintha kötelező lenne. Oké. Nem biztos, hogy nem lesz szerintem teljesen kész ma a szerkezet, de azt szeretném, hogy legalább értitek, legalább bent legyenek ezek az utolsó elemek. És aztán még a platformot meg kell csinálni, meg le kell tisztítani körülötte a cuccokat, de ez már nem egy akkora dolog. Egyetlen egy falusink nem él. Kettő él. Azt az egy falusit most pótolni fogjuk. És mire azt pótoljuk, addigra pont lemegy a nap, és be tudunk rakni egy zombit. That's the plan. Micsoda ilyen dodge akció volt. Össze akartak zavarni. Oké, mennyire fele? Ah.
go, 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 go. Na, na, na. Erre nincs időnk. Úgy, mehetünk is. Kérdés, az ágy alatt miért ütöd ki a földet? Mert nem kell, hogy ott legyen. Kérdés egyébként a továbbiakban is, hogy vajon a fej állása befolyásolja, hogy kibagolnak, avagy sem. Tehát az a kérdés, hogy attól függetlenül ki tudnak-e bagolni. Mert ha megint kibagolnak, akkor halvány elképzelésem sincs, miért bagolnak ki. Mielőtt szétütjük a hajót, fent át kell állítanunk, hogy ott essen le. Ó, egy mikor lesz kérdés? Nem baj, ha kibagolnak? Én félek, hogy valamiért eltűnhetnek, vagy valami ilyesmiük van. Jobb lenne, ha nem bagolnának ki. Rég volt már jó kis mikor lesz kérdés. Rég volt, de azért csak összejött. Várom az új Star Wars game-et már, mint azért? A Squadrons-t? Nagyon. Nagyon. Nincs nálunk föld. Kéne, hogy nálunk legyen föld. Kó, húz neki! Igen, a Minecraftosért egy nap jár minimum, a bármi másért pedig ilyen percektől megyünk fölfele. Tehát, hogy igen. Elég sok különbség van egyébként attól függően, hogy mire kérdezi, amikor lesz. Oké? Okay. Hopp, van nálunk föld. Mindjárt jövök, vigyázz a hajóra. Látjátok, így úgy érzi, mintha csapatmunka lenne. Kukucs! Idő, 23. Hű, de késésben vagyunk, de még sikerülhet. Menjél már ki, most mi történik? Menjél befelé. Köszönöm. Futás! Sietni kell! Jek. Oké. Okay. Falusiak a helyükön. Jöhet a zombi. Zombi? Oké, hol van egy zombi? Ott egy zombi, és van ruhája is. Nagyon jó. Gyere, zombi! Gyere, 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 gyere! Szép munka. Jól csinálod. Oda jó. Ju-
Well, ez is egy megoldás. Futás, 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 futás! Gyere! Oké. Ne! Legyél itt, kérlek! Nem segítesz. Hét, és mindenhol csak creeperek vannak. Ez nem jó. Ez így nem jó. Az se jó. Jó, srácok. Nem sikerült. Megpróbáltam, nem sikerült. Én ezt most valószínűleg megcsinálom külön csendben. De a streamet le kell lőnöm. Úgyhogy... úgyhogy ja, majd legközelebb. Innen, igen. Már így is túl késő talán. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, gyorsan raidelünk valakit, de nagyon-nagyon megyünk. Offstream én ezt befejezem, szerintem. Ja, én ezt be fogom fejezni offstream. Ne streamen kívül? Jó, akkor befejezzük következő streamben. Nekem az is jó. Jó, nekem az is jó a streamen kívül, következőre befejezzük streamben. Úgyhogy ki is lépek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra. Raid. Ki tudunk raidelni gyorsan valakit, aki tudunk raidelni. Dave, nagyon jó. Oké, sziasztok!